Vörös István Milyenek az ételek? Elmondja Kálói Molnár Péter A tej, avagy a túlélés receptje 1966. januárjában tüdőgyulladást kaptam a bölcsödében. Nem volt rá elfogadható magyarázat, és minden magyarázat volt. A neonfény, a faros lemezből készült lambéria, a köpenyes dadák. Mikor egy hét múlva úgy, ahogy gyógyultan újra bevittek, miközben a tél nem enyhült, azonnal belázasodtam megint. A számat herpeszek lepték el, visítva tiltakoztam, ha megláttam a műanyag pohárban a műanyag kakaót, a műanyag tányéron a műpépet. Akkor határoztam el, hogy szakács leszek, bár még azt se tudtam, hogy van ilyen foglalkozás. Mai fejemmel nem hiszek a lélekvándorlásban, csak hogy a mai fejem akkor még egy tegnapi emberfeje volt, és az ő eszével volt tele. Még emlékeztem rá, hogy van egy másik, emberibb élet is. Nem bírtam elviselni a bölcsöde hideg és száraz poklát. Kétségbe estem. Nem akartam ezt az életet. Inkább kiszállok. Magára hagyom a csenevészbabát, aki úgyse tűnik valami életképesnek, és akivel egy élet, úgyse lesz valami nagy dolog. Egyetlen ilyen helyre kellett születnie? Mi ez az ország? Kik ezek az érdektelen emberek? Vagy fölmentenek ez alól a furcsa gyerekbörtön alól, ahová napra nap behordanak, vagy meghalok, durván és mohón ahogy a középkorban a gyerekek, ha nem születtek elég jó családba. Meghaltunk kényeskedőn és önzőn, kis testünket vadidegen anyák ölelték, de mi nem akartunk abban a testben maradni, amit tőlük kaptunk. Ki kellett vegyenek a bölcsiből? Az sem volt sokkal jobb. Anyám, nem tudom miért, vagyis ma már tudom, de akkor nem értettem ezt a világot, ahol az anyák napközben el vannak tiltva a gyermekeiktől, nem maradhatott velem. Vigyázókat kellett fogadjon. Az egyiken rajta ütött napközben. Engem a fürdőkádban talált meg pucéran, nem égett a lámpa se, a szárazdajka odakint a saját gyerekével játszott. Kész csoda, hogy újra be nem lázasodtam. Talán megtévesztett a sötét, és azt hittem, hogy már nem is élek. Összetévesztettem a halállal azt a hideg fürdőszobát, az angyalok suttogásával a kintről behallatszó gyereggő kicsélést. Aztán megjött nagyapám bakonymérőről. Megnézett magának, még aznap hazautazott, és azt mondta nagyanyámnak, fölmész Pestre, elhozod a gyereket, mert ott meghal. Így hát nem haltam meg, mert valaki belelátott a kártyáimba. Keresztül látott rajtam, és nem akarta, hogy meghalljak. Úgy látszik, megszeretett. Ő már azt a gyereket látta bennem, akivé majd formálni fog, nem a finnyás régit, aki voltam. A szüleim nem szívesen adtak, de adniuk kellett, mert nem volt más megoldás. Akkoriban még nem lehetett a gyerekkel otthon maradni. Dolgozni kellett. Persze, dolgozniuk kellett a nagyszüleimnek is, csak hogy nem mentek messzire. Az utca közepén álló házuk egy étteremben végződött, ott volt nagyapám üzletvezető. A főzés nagymama irányította, amikor egyáltalán főztek, és nem korlátozódott az egész a kocsmai szolgáltatásra. De azért így is felfogadtak mellém egy sváb öreg asszonyt, hogy ő vigyázzon rám napközben. Rajongásig megszerettem nagyapámat, a többi meg már jött magától. Az, hogy elfelejtsem a nyelvet, melyen előző életemben beszéltem, és hogy megtanuljam ezt a furcsa, lehetetlen másikat. Ezzel a nyelvel együtt szerettem meg nagymamát, és a harmadikkal, a svábbal, amit csak a faluban beszéltek így, és alig hasonlított nagy testvérére, a németre, szerettem meg a fekete kendős öregasszonyt, ómamát. Vele vábul beszélgettünk. Ezen a nyelven előbb szólaltam meg, mint magyarul. Féredobtam az apa, mama, nagypapa szavakat. Óma, mondtam a fogatlan néninek. Ő mosolygott és szeretett. De rajongani mégis nagyapámért rajongtam. A titokzatos emberért, aki minden gyerekre és nőre varázsos hatást gyakorolt. Nagymama nem kis bosszúságára mármint ami a nőket illeti, akik aztán engem is megszerettek, mert a nagypapámat látták bennem, tulajdonképp minden alap nélkül. Mégis ennek a rajongásnak és összetévesztésnek köszönhettem az életem, ugyanis bakony mérőn tavasszal újra megbetegedtem, már ki akarták hívni a papot, mikor nagyapámnak mentő ötlete támadt, de nem mondhatta el senkinek. Megfogott, becsomagolt egy vastag pokrócba, és kiment velem a locspocsba, olvadásba. Én addig lényegében még nem láttam a falut. Az utak még nem voltak lebetonozva. Sár, rohangáló disznók, gágogó libák, loncsos, de megjuhászkodó kutyák futkostak mindenfelé. Csak néha egy-egy ember. A többség ilyenkor a bányában vagy a téhezben dolgozott. Jártányi erőm nem volt, de a pokrócból kedvtelve néztem ezt a társaságot. Azt hittem, itt többnyire állatok laknak, amiben persze nem tévedtem, de talán azt is hittem, hogy az uralom is az övék. Ucák során vitt végig, nagypapa. Kellemetlen koratavaszi szél fütyült a fülembe, belülről fűtött a láz. Éreztem, hogy csak akarnom kéne, és meghalhatnék. De nem voltam biztos benne, hogy tényleg akarom. Most és itt már nem akartam annyira, bár még így se féltem a haláltól. Végre befordultunk egy falu széli házba. Fiatal, nagyapámnál, de még nagyanyámnál is jóval fiatalabb nő jött ki elénk az udvarra. Franci, te vagy az ilyenkor? Semmi baj, nincs itthon a férjem. Látni akartad a gyereket? Nagyapám bólintott. Bementünk a földes padlójú konyhába, a nő, akit nagyon szépnek, de egy kicsit félelmetesnek is találtam, kinyitotta a spárhelt, ajtaját, és kukoricacsutkát dobott a tűzre. Hátul, a sarokban, nálam jóval kisebb gyerek kapaszkodott az őt a konyha többi részétől errekeztő farácsba. Megismertem. Ez furcsa volt. Ismertük egymást még előző életünkből. Nagyapám letett a földre, kiengedett a pokrót szorításából. A nagybátyád mutatott a poroncsra nevetve, és szájon csókolta a fekete hajú nőt, akinek ez szemmel láthatóan hihetetlenül jól esett. Szeretnék kérni valamit. A gyerekről van szó. Gyenge. Nagyon gyenge. Erőre volna szüksége. A nő elpirult, és nagyapám lába közé nyúlt. Gesztusát pontosan értettem, ismertem ezt a mozdulatot, ahogy alulról elkap az ember lánya egy férfit, és végre rájöttem, hogy előző életemben nő voltam, amiből az is világos lett, világos még hozzá végérvényesen, hogy most meg fiú vagyok, és ha megérem, akkor férfi leszek. Olyan, vagy ha nem is olyan, de hasonló férfi, mint nagyapám tudtam, hogy olyan úgy se lehetek, ahhoz nem lett volna szabad mindenre rájönnöm, és most a halál széléig nem magam. Talán a szerelembe haltam bele előző életemben. Most már élni akartam, mohón és buján, amilyen nagyapámnak is ennek a nőnek a viszonya volt. Megtántorodtam és elestem, elájultam. Neki csapottam a forró kájának, de a melege inkább hó esett. Látod? Mondom én, mordult rá a nőre nagyapám. Az utolsó pillanatban vagyunk. Azt akarod, hogy. Nagyon hálás lennék, mondta. Egyelőre nem velem törődött. Elkezdte a nő blúzát gombolgatni, miközben a száját finom csókokkal borította nem is gondoltam volna, hogy ez a csodálatosan vad ember ilyen gyengéd is tud lenni. Közben, hogy jobban lássam, mit csinálnak, tíz centire kiröppentem a testemből. Aztán a nő melle magasságába emelkedtem. Abból, hogy mennyire szeretném megpillantani azt a mellett, arra gondoltam, talán mégis férfi lehettem előző életemben, vagyis megtörtént a csoda. Már nem voltam képes visszaemlékezni. Nagyapám szőlőműveléstől és boroshordók görgetésétől kérges keze széttárta az inget. Két hatalmas mell vált láthatóvá, amíg rejtve voltak, nem is lehetett sejteni mekkorák. Valami belső életerőtől feszültek. A csecsbimbó sötét vörös keretben ült, de akkorában, mint egy kis tányér. A tányéron meg egy keskeny pohár, egy cserép kopica állt. Ahogy a konyhai asztalra dőlve hanyat vetette magát a nő, a mellem magas rámákedett, mint két egymás mellett levő bazilika kupolája, vagy két porosz katonai süveg. Csak nem porosz tiszt voltam előző életemben, talán ezért tanulom olyan lendületesen ómas vábját, és amit felejtésnek hiszek, az inkább emlékezés. Az egyik bimbóból vékony sugárban egy kis tejfröccsent ki már csak nem egy méterre távolodtam el annak a másfél éves kisfiúnak a szájától, akivel épp kezdtem volna összeszokni, de nem lehetett ellenállni a kísértésnek. Oda röppentem a merre, és lelki szájamat az egyikre rátapasztottam. A másikra nagyapám borult. Hallottam, hogy nyel egyet. A nő már kezdte földgyűrni a szoknyáját, de nagyapám borzongva felállt. Milyen jó zsíros, mondta tíz centire lebegtem a szájától. Láttam, hogy fogai kicsit megsárgultak, és erősen megkoptak a sok női nyak és comb szívogatásától. Akkor megengeded? Kérdezte, és fölkapta a már élettelen kis testet, akinek vagy fél perce nem vert a szíve. De most a mozgástól talán dobbant egy-kettőt, és oda tette a merre. Abban a pillanatban visszazuhantam a fiúba. Kinyitottam a szemét. Láttam a mellet. Most tényleg láttam. Nem csak úgy képzeledben, sőt. Megéreztem a tej mámorító szagát, és bár legalább egy éve fölhagytam a csecsemő hivatással, most mohon szopni kezdtem. Éreztem, hogy a nőnek jól esik, hogy ellazul alattam. Miket tudsz kitalálni? Te vagy a legjobb szerető a világon. Susogta és elaludt. Fél óráig ittam a tejet belőle, és elmúlt a lázam. Mikor nagyapám fölemelt a merről, úgy láttam a slicét is gombolgatja. Valami tavaszi ánizsos szag keringett a levegőben. A sarokban lévő baba, nagyapám legkisebb fia pedig kataton ritmusban gügyögött. Minden reggel elhozom ide a gyereket, amíg össze nem szedi magát. Ha délig nem érkezünk meg, lefejsz egy bögrével, és este elküldött hozzánk a férjeddel. Azt fogod mondani, hogy kecsketej. Mit gondolsz te rólam? Rólad? Rengeteg mindent, de hidd el csupa jót. Most már nem csak egy gyerekem anyja vagy, hanem az unokám megmentője is. Vegyél feleségül. Férnél vagy. Öld meg! Én nem szeretem ezt a rossz szagú telepest. Csak verekedés közben ölök. Akkor verekedjetek össze. Azok az idők már elmúltak. Félsz? Igen. Félek. Tudod, hogy engem egy éven át minden nap megvertek a börtönben. A férjem dolgozott a börtönkonyán. Szerinte nem voltak verések. Legyen neki igaza, de nem ölöm meg. Nem verekszem össze vele. Késse hordok már magamnál. Viszont ő naponta, vagyis amikor nem tudom idehozni a gyereket, műszak után vagy előtt. Elszalad hozzánk a telje Itt hagyok egy fél literes kannát. Ha nem tudod megtölteni, önthetsz bele egy kis kecske tejet. Szeretlek. Nem mondj ilyet. Nem szabad. Nem engedhetjük meg magunknak. Én a feleségem szeretem, de téged föl akarlak zabálni. Nem csak az uramonász bosszút ezzel? Eddig nem tudtam, hogy ott dolgozott, de örülök neki, hogy megtudtam. Na, gyere, Petike, hazamegyünk! Én azonban nem akartam elmenni. Oda szaladtam a nőhöz, aki csak most állt föl zsibbattal a konyhaasztalról, ahol annyi minden történt már az életben és az utóbbi fél órában. Megöleltem, fejem odaért kövérkésen domborodó hasához, melléből ráadásként egy csöpp tej a homlokomra hult, és azonnal belém szívódott, mint száraz földbe az eső. Okosabb lettem. Nem maradhatnék itt? Szaladt ki a számon. Úristen, hiszen ez a gyerek beszél, hülledezett nagyapám. Ez már sok is mára. Mit fogok otthon mondani? Az asszony rögtön rájön. Kérlek, ma még ne szólalj meg, ha kibírod. Ó, mával már régóta beszélgetünk, mondtam. Ő is tudja? kérdezte a nő. De nagyapám csak legyintett. Kitépett az öleléséből, megint beleburkolt a pokrocba, hazaindultunk. Másnap nem mentünk sehova és este felé csak ugyan kopogtak. A telepes volt az. Egy nagy, böszme, de szemmel láthatóan igen gyáva ember. Letette az apró plékannát, aztán már fordult is ki a házból. Meghoztam a kecske tejet, morogta. Nagyapám előse jött, csak amikor az az ember már három sarokkal odébb járhatott. Éreztem, hogy a telepesnek ott, akkor, az alkonyati szélben kicsordul egy csepp könny a szeméből, de úgy tesz, mintha amiatt a kurva hideg miatt lenne. Megint fagyott. A konyha ablakon jégvirág rajzolódott ki. Gyönyörködve néztem. Nagyapám rápillantott az ajtó mellett álló kannácskára. A kecsketej? kérdezte. Óma fölemelte a földről, beleszagolt. Ez nem kecsketej, morogta. Nagyapámra hunyorított, aztán rám. A gyereknek lesz? kérdezte. Akkor őt szerettem a világon a legjobban. Kicsit megmelegítette, és megcukrozta. Egy nagy karék kenyeret ettem hozzá. Vörös István, milyenek az ételek? Elmondja Kálói Molnár Péter a kenyér, avagy a haladás receptje. Ha az ember két évet a nagyszüleinél tölt, az maga az örökké valóság. Még nincs két éves, amikor oda kerül, és négy már, amikor végez náluk. Soká lesz, vagyis soha. Én már örökké a nagyszüleimnél lakom. Ők nevelnek. Nehéz az élet bakony mérőn, de életez nagy telekkel, nagy nyarakkal, nagy őszökkel és nagy tavaszokkal. Hatalmas nagy kenyerekkel. Mert nagymamám kenyeret süt. Hetente látom, ahogy dagasztja a tésztát. Szakajtóban a sütődébe viszi, a sarki zúg pékhez, akinek van egy kemencéje, hogy egy nagyobb van az államnak is az utca ellentétes végén, a templom mellett. De ők csak a saját alapanyagukból sütnek. Visszük a kidagasztott, megformált kenyeret és a pék, ez az izmus idős férfi, nevetve egy forró kiflit nyom a kezembe. Otthon leülök a konyhaasztal mellé, rákcsálom a kiflit. Nagymama beteszi a konyhaszekrény egyik polcára a kovást, amit a tésztából leválasztott. Most egy hetet, illetve hat napot érnie kell, hogy ez a nagy művelet, a kenyérdagasztás megtörténhessen újra. A konyha jóformán üres, mert már nincs itthon a tészta, és még nincs itthon a kenyér. Üres a ház, kenyér nélkül. Ezt én is érzem, bár a kenyeret nem szeretem különösebben. Nem szeretek enni úgy általában sem. És a kenyér az, amiből mindig a legtöbbet kell. Ráadásul mindenhez. Minek kenyér a sonkához? Minek kenyér a szőlőhöz? A töpörtyűhöz talán kell, de azt meg különben sem akarom megenni, ahogy a szalonnát se. Déltájban kell a kenyérét menni, de nagymama azt sem bízza öreg mamára. Ott hagyhatja az üzletet, napok óta zárva tartanak, csak március 15-e után nyithatnak ki. Szeztilalom ugyan nincs, de kapni sem lehet, mert minden olyan hely, ami szóba jöhetne, véletlenül zárva van. Persze, minden házban ott állnak a hordó borok, pálinkák, Borzasztó a bűzük, néha még az utcára is kiérződik a pincéből, kamrából. Azért az mégsem olyan, mint kocsmában inni. Kocsmában inni az itteni is lázadás, a betelepített magyaroknak megalkuvás, de mind a kettőnek szüksége van rá. Szükségük van arra, hogy összeverekedjenek egymással, vagy együtt szidják a rendszert. Pedig a rendszer jó. Nem nagyon, de Egyre jobb. Ki lehet bírni? Már nagypapa is kibírja. Minden nap megissza az öt liter borát, amitől nemhogy berúgna, inkább kiózanodik. A pultra támaszkodik a leengedett redőny mögött. Hallgatja, hogy egy lovaskocsi megáll a boltnál, a bakról leuglik a gumicsizmás gazda, már a járásáról megállapítja, hogy svábe vagy magyar, aztán bekopog a roló ajtón keresztül. Egy kevertet, mondja. Nagypapa hallgatja, hogy ott vár a paraszt, aztán határoz. Ad neki, vagy nem? Többnyire igen. Ha nem, akkor egyszerűen nem mozdul. Hallgatják egymás lélegzését. Ne bolondos, Franci, tudom, hogy bent vagy, nagyon kéne. De nagyapám, ha már így döntött, nem esik ki a szerepéből, nem válaszol. Ha viszont arra szánja el magát, hogy ad, akkor egy kicsit megemeli a rolót, és a résen át kitesz egy fél decis üveget. Ugyanakkor besöpti a pénzt. Amennyit adnak annyit. Soha nem ad vissza, de ha kevesebb, az se teszi szóvá. Legfejebb, legközelebb nem szolgálja ki ezt a kuncsaftot, mert mindig pontosan tudja, ki áll a roló túloldalán. Különben sem övé már a bolt. A leltárt meg majd úgy is megcsinálják valahogy. Áll a nagyapám a pultnál, néz az üres söntés sötétjébe, és számolja a világ hülyeségeit. Nagymamával lassan elindulhatunk a kész kenyérért. Alig lehet az utcai kapunk kilépni akkora a hó, pedig március van. Az ereszekről hosszú jégcsapok lógnak, van közöttük méteresnél nagyobb is, melyek több kisebb csap egyesüléséből jöttek létre. Egy hete már tartósan olvadt, de az utóbbi napokban megint nagy hófelhők jártak erre, mint a csizmás rendőrtisztek. Szürke volt a nadrágjuk, zöldes szürke voltak, és megfagyott körülöttük a levegő. A házunkról akkora jégcsapok csüngenek, mintha valaki öngyilkosságra gyűjtene egy gyémánt karthoz. Honnan van egy másfél éves gyereknek ilyesmikről tudomása? Ha hinnék a lélekvándorlásban, azt mondanám, valami még dereng neki előző életéből. De persze nem hiszek benne. Ahogy Istenben sem. Csak hogy amikor elmegyünk a kereszt előtt, és én dacosan meg akarom tagadni, hogy nagymama mozdulatát követve keresztet vessek, egy láthatatlan kar megragadja az enyémet, és elvégezteti velem a mozdulatot, melyre nem is tanított meg senki. Az is iszonyúan zavar, hogy úgy veszik, mintha eleve tudnom kéne ezt. Ők maguk is valami előző életekre célozgatnak, amire nekem, a friss embernek, emlékeznem kéne. Alig-alig léptem ki az utcára, mióta idekerültem. Legfejebb vittek. A hó nálam magasabb halmukba van dobálva a járda mellett. Szeretném, ha látnék valamilyen állatot. Nagymama fél méterrel előttem jár. Bár fogjuk egymás kezét, amikor a havon csak ugyan észreveszek egy kis egeret. Fehér. Megáll a hóban, a bajsza ezüstösen csillog. Két lábra emelkedik, szaglász, az én szagomat keresi. Megszorítom nagymama kezét. Egy egér. Igyekszem megértetni vele. Nagyapámnak megígértem, hogy egy darabig még nem szólalok meg nagymama előtt, mert ő még nem tudja, hogy már beszélek. Megtorpan. Visszajön mellém, mi az? A hódom csúcsára mutatok, ahol a csodás jelenség áll. Nincs ott semmi, mondja nagymama. Az egér átugrik a vállamra, oda nyúlok, de csak hideget érzek. Eltűnt? Bebújt a ruhámba? A végén csak otthon fog előkerülni, mikor leveszem a kabátomat. Ki fogja akkor őt már megállítani? Szóval. Tudok az öngyilkosságról, tehát tudok a halálról is, de látok olyasmiket, amiket más nem. Én nem hiszek Istenben, mert tudom, hogy van. Még nincs ehhez hitre szükségem. Nemrég még beszéltem vele, most is rajtam ül, mint ez az egér a vállamon, mint a hó a falon, a márciuson, mint a szesztiralom a világon. Nem szabad a szesznek még létezni se, a bomlásnak. Minden csak hó és jég, és élet. A szesz, az égés, az erjedés, szörnyű dolgokat vízfékbe az emberben. Bontani kezdi, magához hasonlítja. Minden szesz el van zárva most a faluban. Minden bomlás lakat alatt. Csak egy nem a konyhaszekrénybe tett kovász. Az maga az anyag a lázadás gondolata. A hófelhő egyre alacsonyabbra ereszkedik, keresi, hogy hol rejtegetik a bomlás lángját. Csendesen halvaszni kezd. A zúk műhelyének kéményéből fekete szénfüst gomolyog az ég felé, de az ég nem engedi föl ezt a tilalmas füstöt, visszanyomja a földre, Köhögtetőn és feketén szembe jön velünk a hóba vágott ösvényen. A pékségbe lépve szinte elkábít az illat. Rózsaszínű és édes. Megszédülök, de megkapaszkodom nagymama kabátjában. Az oldalfalon, mint valami könyves polcra betéve, sorakoznak a rendelésre kisütött kenyerek. Az egyik magas és büszke mint a bakony a falu fölött, a másik lapos, mint a síkság a patak völgyben, ahová azt mondják, le lehet járni a befagyott tóra korcsolyázni. Jövő télen már én is mehetek ómamával. Az egyik szaga ezüst, mint egy nyakláncé, a másik arany, mint egy fülbevalói, a harmadik réz, mint egy konyhai edényé. De van itt vérszagú kenyér is, mozgolódnak és lélegeznek a kenyerek. Egymásnak bókokat kiaválnak, vagy féltékenyen sértegetik egymást. Kenyérváros lakóit estére elviszik számüzetésbe, ahol lassan egy hét alatt felélik őket a családok. A péknek, ennek a magabiztos férfinak a szemek könnyes. Megint ajánlatot kaptam a kenyérgyártól, náncsi mondja. Nem akarok ott dolgozni, sőt, Egyáltalán nem akarok dolgozni. De Dani, hiszen dolgozik maga itt is, hajnaltól estig. Az más. Itthon föl se veszem, az nem munka. Elfárad estére? Mert ha igen, akkor munka az? Én sose fáradok el. Lefekvés előtt meg kell innom egy liter bort, mert különben nem is tudnék elaludni. Nagymama leemelte a kenyereinket a polcról, mindegyik kitörő örömmel üdvözölte őt, örömmel helyezkedett el a kenyérkosárban. De talán nem is alszom, folytatta a pék. Csak becsukom a szemem, aztán rögtön ki is nyitom. Közben valaki a kismutatót négygel odéptolja. Négy óra elég magának? Nekem legalább öt kell. Gondosan betakartuk a kenyereket, hogy ne fázzanak hazafelé az úton. Amikor beléptünk a konyhába, ott ült a hófelhő az egyik széken. Igen, egy ember, de pont olyan volt, mint ami ennek az előbb a hófelhőt láttam. Öreg mama könnyes szemmel szaladt elébünk. Már megint itt vannak, mondta. Jó napot, szólt keményen nagymama. Nem éreztem rajta, hogy félne, de megértettem, hogy itt a felnőttek világa át van szőve félelemmel, mint a falu utcákkal. Náncsi néni, mi van a kosárban? Vigyorodott el a zöld kabátos felhő. A szájából hideg dőlt, de az ennyire töményen olyan, mint a kolbásszag, vagy mintha romlott levest evett volna az előbb. Pont fordítotja tehát annak, amit hirdet. A bomlás szaga lengi körül. Ha a férjemet keresi, a boldban van. Különös. Nem kell zárva tartaniuk? Zárva is vagyunk, de ő azért ledolgozza a munkaidejét. Nem bolond a maga férje egy kicsit? De az. Mint bolondok vagyunk, nem lehet ezen már segíteni. Én pedig segíteni akarok. Köszönöm, az ránk fér. A férfi fölállt és megemelte a takarót a kenyereken. Hm, mondta. Nem rossz, de lehetne jobb is. Egy hétre megvan a kenyerünk. De minek egy hetes kenyeret enni? Járt már a kenyér gyárban? Hát persze, – Gyönyörű – mondta nagymama, és őszintén mondta. Nem egyszer fölvetette már nagypapának, hogy mi lenne, ha nem süttetnénk saját kenyeret, hanem egyszerűen megvennék. De nagypapa hajthatatlan maradt, és mivel ő így gondolta jónak, én sem kételkedtem benne egy pillanatig se, hogy helyesen járunk el. Másfelől láttam, micsoda munka ez nagymamának. Bár az otthoni munka, épp az imént tudtam meg a péktől, nem munka a kenyeret is kohókban gyártják? kotyintottam közbe, és egyszerre fagyott, döbbent és örvendező csend támadt. Gónyolodik ez a gyerek? Vagy mi a picsa? mendörögte a felhő. Te tudsz beszélni? Nagyapád már megint csinált veled valamit? Velem németül már egy hónapja beszélget, mosolyodott el ómama. A zubbonyos hangosan röhögni kezdett. Ja, értem, kohókban. De vicces vagy, öcsi. Vagy, vagy, kis kislány. Nézett bosszantó képpel nagymamámra, aztán rögtön vissza rám. Hogy a kenyérgyár olyan, -e, mint a vasgyár? Igen. És a kifli olyan, mint a csavargyár? Fűztem hozzá derűsen, és nem igaz az, hogy ezeket a dolgokat nem előző életemből tudtam. Egyszerűen nem lehet más magyarázat akármennyire is nem hiszek a lélekvándorlásban. A kenyérgyár csodálatos hely, nagy épület, tízszer akkora udvar, mint a tiétek, és tízszer akkora kemence van bent, mint azért a bácsié, ahonnan jöttök. Az udvarra teherautók állnak be, és kiskocsikon rakják fel a tiétekénél jóval kisebb és tisztább kenyereket. A környező falvakba is innen kerül élet. Büszke vagy rá, hogy mellőletek látják el az egész járást? Mi az, hogy járás? Azt meg se kérdezed, mi az, hogy büszkének lenni? Mi az, hogy büszkének lenni? Vágtam rá azonnal. A felhő elsápadt, a homloka fehér lett, mintha kiült volna rá a hó. Hát, az olyasmi, ha valami jót csinálsz, és aztán büszke vagy rá. És mi az, hogy büszkének lenni? Most mondtam, te hülye. Ne szólj bele a nagyok dolgába, figyelmeztetett nagymama. Aztán a felhőhöz fordult, mely már talán oszladozni is kezdett. Nagy böfögés tört elő belőle, alig tudta leplezni. A konyhában iszonyú bűz terjengett. Hallottam, hogy a kenyerek ilyetten sutyorognak a kenyérruha alatt. Még csak most tanul meg beszélni, mentegetett nagymama. Nem szabad rá haragudni. Jaj, mi nem haragszunk soha. Hol a másik bácsi? kérdeztem, de akkor már öreg mama ragadott meg, és szólt a szobába, aztán gyorsan visszaszaladt a kenyerekért. A kájhában dühösen égett a szén, a szobát majd szétvetette a meleg. A kenyerek ilyetten morogtak. Fölhajtottam róluk a ruhát, és megkérdeztem. Mi a baj? Mitől féltek? Valami rossz fog történni. Ez az ember meg akar ölni minket. Ugyan, de hogy, nyugtatta meg őket öreg mama. Mi fogunk már ma este megvágni titeket. Ó, ma, te tudsz a kenyerek nyelvén? kérdeztem. Tőled tanultam. Amíg te tőlem a németet, én tőled a tárgyak beszédét lestem el. Lehet, hogy az előző életemben kenyér voltam? Nem, szerintem te asztal voltál mondta öreg mama. Szerintem is, szerintem is, szerintem is, helyeselt a négy kenyér. Figyeljétek csak, mi történik odakint. Visszegte a többieket az egyik, a három kilós. A két-két kilós tisztelet teljesen elhallgatott. Az egy kilós várt. A felhőzubbonyos a konyha szekrény ajtajait nyitogatta. Mit keres ez? Dörmögte öreg mama de a kenyerek és én már tudtuk. A kenyerek híja ropogott, de olyan hangosan, hogy azt hittem, egy puska dördül el a kezemben. Ugyan-ugyan, micsoda nagyképű beszéd, egy másfél évesnek még játékpuskát se igen adnak, legalábbis olyan patronosat, ami képes eldördülni, biztos nem. Én mégis tudtam, mi az a fegyverdördülés, és sírni lett volna kedvem annak az embernek a sorsa miatt, akiét legutóbb meg kellett élnem. Ismerte ezt a dördülést kint a felhő is, föltépte az ajtót, és pisztolyal a kezében berontott a szobába. Mi volt ez? Maguk fenyegetnek engem? Hogy mernénk? Nézett rá komoran Óma. Nagymama is belépett. Szeme szemrehányástól és félelemtől volt vörös. A férfi rám irányította a pisztoly csövét. Te voltál? De mivel azonnal rájött, hogy értelmetlenség, amit beszél, váltott. Hol a nagyapád? Teért ment, jelentette ki öreg mama. A pisztoly most váratlanul a kenyerekre irányult. Tudunk mi másképp is beszélni, mondta, és belelőtt a három kilós kenyérbe. A hang, amit a kenyerek az előbb adtak ki, megismétlődött. Egy patkányjal kevesebb morogta a felhő. Nálunk nincsenek egerek, hazudta nagymama. Éreztem, hogy tőle ez az ellenállás jele. A pisztolycsöve a két kilós kenyérre irányult. Nincsenek? És a második lövés is eldördül. Ez a kenyér egyszerűen szétrobbant, mint valami bomba. Lisztpor borította el a szobát, a felhőkabátos arca fehér lett, mint aki először lát vért. – Maguk szembeszállnak velem. – Tudják, ki vagyok én? – Ki? – kérdeztem. A pisztoly megint elsült, az egy kilós kenyér azonban, mintha még tészta lenne, csak megnyílt a lövedéknek, aztán bezárult mögötte. A töltény sértetlenül pottyant ki a kosárból. Most pedig véget vetünk a kis üzelmeiknek, mondta a férfi. Visszament a konyhába, és kiemelte a kovást a szekrényből, aztán továbbment az udvarra, ott kipiszkálta a kis tálkából, melyben egy hetet kellett volna eltöltenie, és a sárosra járt hóba lökte ki a kovást. A fehér és jókedvű tészta lehemperedett a talajra. A férfi fenemelte bakancsos lábát, Nagymama ilyetten felsikoltott. Most pedig véget vetünk a kis üzelmeiknek, ismételte a tányér mely ugyan nem volt a fején, de most megjelent, mint valami glória. Azzal lecsapott a lábával a kovászra, és taposta, és taposta, míg csak sárral nem tette egyenlővé. A kovász nagy része beleragadta a közé. Holnap már ott akarom látni magukat a kenyérgyár előtti sorban. Hiszen ezeket a kenyereket is ott vettük, hazudta orcátlanul öreg mama. Nem igaz, ott nem lehet kapni ilyen szépet, szaladt ki a férfi száján a szó. Aztán elcsendesedett. Nézett körül, nincsen még valaki a közelben. Az egérkét ott láttam most megint a havon. Fölkapott egy darab kovázt, és elszaladt vele. – Basszág! – morogta a felhőarcú kenyérgyilkos. – Maguk mindig belekötnek az emberbe? Elindult a kapu felé. Pisztolyát közben már eltüntette a kabátja alatt. – Még találkozunk, és legközelebb Franci bácsi is itthon legyen. Elment. Áltunk hárman a hóban. A szánkból kenyér alakú párák csaptak ki. Ne keseredjen el, Annuska, majd csinálunk másik kovászt. Nagymama felzokogott. Nem lehet. Még anyámtól kaptam ő meg az anyjától. Mindig az előző kenyérből vettük el. Lehet, hogy ötszáz éves is megvolt, le vagyok győzve. Én különben a magamét mindig a kenyérgyárban veszem, mondta öreg mama. Egyre nem érdemes sütni. Meg aztán időm sincs újabban. Itt vagyok Peti Petikével. Van, amikor egész jól sikerül nekik. Meg lehet enni. Csak ne jöjjön vissza a kenyérjegy. Az nem jön. De a kenyér se, mondta nagymama. Most valami egészen más kezdődik. A kenyérkorszak a véget ért. Attól fél, hogy öregszik, aranyoskám? hiszen magának még egy szál hajas sincs, nevetett öreg mama, és egy kiszökött ősztincset begyűrt a kendője alá. Visszamentem a szobába, és letörtem egy csücsköt az egyik halott kenyérből. Vörös István, milyenek az ételek? Elmondja Kálói Molnár Péter. A vér avagy az emlékezés receptje. Rászoktam arra, hogy sokáig aludjam. Elmúlt március 15, a kocsma megint nyitva lehetett. Kilenckor ébredtem, és kipattantam az ágyból, anélkül, hogy magamhoz tértem volna. Mondhatom, azt se tudtam, ki vagyok. Hogy a mostani, még rendesen be sem gyakorolt életembe csöppentem -e bele, melyből inkább csak képek rögződtek belém, vagy a régibe, melyre viszont képtelen voltam visszaemlékezni. A fejlődésben akkor még nem jutottam olyan messzire, mint ma, és nem tagadtam a lélekvándorlást, pedig ez a tagadás eligazíthatott volna a dolgok között, miszerint én senki más nem lehetek, csak az az ügyefogyott gyerek, akinek az életéből ugyanakkor nem sokat értek, sőt, nem is nagyon akarok érteni. Nem voltam még felvilágosult és kiművelt emberfő, Viszont a memóriám sem létezett, foszlányokat láttam a tegnapi múltból, annyit se a tegnap előttből. Kicsit többet a holnapból, meg a jövő hétből, de ezt azért valódi jövőbelátásnak mégse lehetne nevezni. A jelenből meg egyszerűen semmit sem érzékeltem. Mesztelen talpal kiugrottam a még befűtetlen szobában az ágyból, és elindultam. A szobából az átjáró folyosóra mentem. Ott rossz irányba fordultam, nem a mi konyhánk felé, hanem a bolt raktárjának irányába. Megláttam nagyapámat, aki számomra idegen emberekkel beszélgetett. Faládákban szódás üvegeket pakoltak. Nagypapa valami papírt írt alá, megértem, hogy baj van. Tovább szaladtam, és már kint is voltam a kocsmában három munkás ruhába öltözött idősebb férfi támasztotta a pultot. Mindegyik előtt egy-egy kupica rum. A helyiségben büdös volt. Ezek az emberek napok óta nem fürödtek, a ruhájuk átvette az állatok szagát, amelyekkel dolgoztak, itt bent pedig rájuk melegedett. Ugyan elnyomták ezt a nekem dögletesnek tűnő bűzt a szesszel, de ettől csak még rosszabb lett a hatás. A főnök úr gyereke, röhögött föl az egyik. Nem is hasonlít rá. Hasonlít, így a harmadik, de olyan, mint bent lehetett, és a bentet titokzatoskodva túl hangsúlyozta. Cingár kis semmi, vigyorgott rám. Állítólag minden nap megverték őket csak úgy a mihez tartás véget. Ány kiló vagy lacika? Nem is lacika a nevem, vágtam rá sértődötten. Nincs hiszen ez már beszél! Lenyúlt, értem, megemelt. Tíz kilónál nincs több mondta. A feje fölött tartott, aztán elkezdett az arca felé közelíteni. A szag olyan tömény volt, hogy majdnem elhánytam magam. Tessék, elengedni mondtam. Erre a másik kettő felröhögött büdös vagy, undorodik tőled! Figyú, ez nem inkább az unokája az öregnek? kérdezte az az alak, aki az előbb észrevette, hogy nem is hasonlítok a nagyapámra. Amelyik a kezében tartott, most odavont magához, a nyakamat kezdett csókolgatni, majd az arcom felé kapkodott. Az undor olyan erős lett bennem, hogy egyet rúgtam, egyet ütöttem, és a szájába találtam mesztelen lábfejemmel, orrába pedig az öklömmel. Talán az előző életemben szerzett erőm utolsó maradéka támad fel bennem, Hallottam, ahogy nyekken az orra, és a foga kimozdul a helyéből. Megéreztem a csont szikrázását tulajdon tagjaimban. De hát ki is lehettem én? Töprengett el ez a másik én, ez a kisgyerek, ez az erőtlen. De nem jutott eszembe semmi biztos. Egyetlen kép villant elévem egy rettenetes, undorító valami, egy fél állat, egy félbevágott és kivelezett test, melyet puszta derékmozdulattal és egy félmozdulattal a vállamra kapok. Úristen, a vállamra kapok. Vér ömlött az öklömre az orrából, a lábfejemre a szájából. A kurva anyádat! ordította és ellökött magától. Fölemelkedtem a levegőbe, a lámpáról lelógó és térre is fönt felejtett légyfogó magassába, egész közelről láttam az enyvben ott legyek és lepkék, halálra torzult arc kifejezését, pedig egy légy arca igazán nem sok érzelmet tud elárulni. Nincs is arca. Aztán zuhanni kezdtem. A zuhanás érzése ismerős volt. Mikor és honnan zuhanhattam le? Talán Egyszer az apám kezéből pottyantam ki, és estem bele a fürdető kádacskámba, vagy már megint a korábbi életemből származó emlék kísért. Nem rémültem meg. A halál egész közelinek tűnt. Számot vetettem mindennel. Nos, ebből az életből a legközelebb. Már nem sokra fogok emlékezni. De a zónás megtorpant. A jó megfigyelő ott termett és elkapott. – Mi van, te megőrültél? Gyereket akarsz ölni? A franci bácsi föl is aprítana. – Bazd meg! Nem látod, hogy mit csinált? – mondta a sértett, vért köpködve a szürke kőpadlóra. A többiek csak röhögtek, és ezúttal nem rajtam, hanem az ő rovására. – Ti kiröhögtök engem? – a hangjában volt valami fenyegető. Így áll inkább egy kis rumot, az jó a fájdalomra. Nem fáj, felelte elvékonyodó hangon. A szájához kapta a kezét, mintha köhögne. A harmadik most kezdett csak igazán vihogni. Mi van, kiesett a fogad? Ha? Nem érdekes, mozgott már. Úgy is ki akartam húzatni. Most legalább megspóroltad a fogorvost, jössz egy húzassal a gyereknek. Póró támadóm arcán megdöbbentő indulatok játszottak. Gyorsan fölkapta a kupicát, Ívott, de a szesz csíphette a sebb helyet, összeborzott. Védelmezőm letett a földre. Megéreztem, hogy mesztelen talpamon keresztül a kőből, mint valami elektromos áramlás, sugárzik, tódul belém a hideg. Így ő is, vigyorodott el fogatlan szájával ellenségem, elvette a harmadik alak elől a kupicáját, és felém nyújtotta. Éd meg, mondta. Ez parancs volt. Nehogy már megfázd itt az apukád bánatára. Az apukám Pesten van. Vágtam rá azonnal. Mondtam én, vigyorgott a tompa bölcs. Mi a fenét kereselte itt? kérdezte ellenségem, és a kezembe nyomta a kupicát. Idd meg! A szaga jó volt. Gondoltam, egyszerűbb nem sokat akadékoskodni. Belekóstoltam. Sokkal finomabb volt, mint amilyen bűdösek lettek utána. Meghúztam. Aztán mosolyogva néztem körül. Hűha! mondta az, akinek az italát tulajdonképpen megittam. Ez ám a legény! Figyeled, nem olyan, mint te, akinek még a rum is fáj újabban. A kigunyolt, sértett arcot vágott, de továbbra is csak rajtam akart bosszút állni, sőt, most még jobban, még elszántabban. Adjatok neki még egy kupicával, rendelkezett. Bölcs ebben úgy látszik, nem látott semmi rosszat, mert a magáét készségesen a kezembe nyomta. Engem se kellett sokat biztatni, örömmel fölhajtottam a következő kupicát is. Még ennyi is jóval kevesebb volt azoknak a vizes poharaknak a tartalmánál, melyeknek kívása napra-nap feladatként nehezedett rám vacsoránál, ebédnél, nem szerettem inni. Fölöslegesnek tűnt ezt a teljesen üres dolgot a vizet lenyelni. A tejet meg a kakaót még a bölcsiből utáltam, és az a kecsketej, ami első alkalommal annyira ízlett, szintén undorítónak tűnt az utóbbi napokban. Jó volt, hogy a penzum ezúttal kevesebb, az íz nem volt rosszabb, mint más ital íze, sőt, talán jobb is. Nagymama némelyik süteményére emlékeztetett. A második kupica után belül érezni kezdtem valami tüzet, és az nem volt ellenemre. Most először volt bennem tűz azóta, hogy megszülettem. Talán mégsem olyan rossz dolog élni, még ebben az angyal bőrben sem. Katona lettem volna előző életemben? Villantált rajtam, mikor visszaadtam nekik a kupicát. Nem mi az? egy óriási üstöt láttam meg, melyben rengeteg hús kocka fő. Háborog valami paprikás lében. És a hasam is háborogni kezdett, nagyot kordult. Még nem reggeliztél? Vigyrodott el itatom. Akkor adjatok neki még egyet, ugye kérsz? Igen, mondtam, és egyetértésem őszinte volt, ezt a kitört fogó embert pedig a barátomnak láttam. Sokkal jobb barátomnak, mint az öreg mamát, sőt, talán még nagyapánál is jobban szerettem abban a pillanatban. A közönyös figura kivette a kezemből a kupicát, és beügetett a pult mögé. Megtöltötte az adagolós üvegből. A tompa bölcs a fogát szívta. Ezt nem kéne csinálni, – Mi van, fész? kérdezte barátom, és én igazat adtam neki. Elismételtem, amit mondott ráadásul, ugyanolyan sejpítve, ahogy ő ejtette frissen átrendezett fogsorával. – Mi van, váz? – mindenki röhögni kezdett. A raktárban látott alakok épp egy törött szódás ládával vonultak át a bolton, ők is felnyerítettek, pedig nem tudhatták, mi röhögünk mi itt, akkora egyetértésben. Új barátom felém nyújtotta a harmadik fél decit. Mohón érte kaptam. – Oda nézzetek, tiszta apja! – mondta. – Nagyapja! – helyesbített a tompa bölcs, akinek az okoskodása már engem is idegesíteni kezdett. Csak legyintettem, hogy az egész nem érdekes, mert nekem tulajdonképpen más az apám. Nagyapám meg sose volt. – Ízlék? – Igen. – Kérek még – mondtam. – Erő volt bennem. Nagyapám szeretőjére gondoltam, akinek ismertem mesztelen testét, és most szerettem volna pucéram végig nyúlni a hasán. De ez már nem a kisgyerek vágya is emléke volt, hanem másé, aki most kezdett előtulakodni bennem. Ő jött elő, és én tűntem el. Megint a halál peremére sodrottam. Itt a franci bácsi, mondta a röhögős, megrettent hangon. A raktár felé tereltek. Nagyapa az utca irányából jött a boltba, a lépcsőn láttam már. Nem akarok menni, ragaszkodtam az életben újra kivívott helyemhez, de a bölcs kézen fogott, és átvezetett a raktáron át a lakásba. Öreg mama aggódva nyitotta az ajtót. Hová lettél? Megérezte az alkoholbűzt, és gyanakodva nézett kísérőmre. Azt hiszem, kezi hogy le kéne fektetni ezt a gyereket, vagy még jobb lenne sós vizet itatni vele. Öreg mama hatalmas pofont kevert le neki. Mit szórakoztak maguk ezzel a kis ártatlannal? rikácsolta. Nem én voltam, Náncsi nem én! Én meg nem vagyok Náncsi az a nagyanyja. Akkor ki maga? Kérek még inni nyilatkoztattam ki boldogan, mint akinek már kulcsa van ahhoz, hogy a nála sokkal nagyobb és hatalmasabb emberek szimpátiáját megszerezze. Öreg mama, akiről már azt hittem, hogy ismerem, de kiderült, hogy egészen más, mint ami ennek mutatta magát, belekapaszkodott kísérőm hajába, és rángatni kezdte. Leitattátok! Hagyja már békén ezt a szegény embert, maga boszorkány, bődültem rá, mert annyira fölháborított az árulása. Baszarkány! sikította ómama. Hát ezzel tömtétek a fejét? Ezzel az ócska régi plegykával? Plegykával? Micsoda? Bődült el a férfi is, akit eddig bölcsnek és csendesnek véltem. Hiszen saját szememmel láttam magát előző holtöltekor tekor ködni. Én is akarok seprűn lovagolni, kérleltem ómát, de ő ettől annyira megdődött, hogy most meg engem pofozott meg. Elerett az orrom vére, aztán el is ájultam. Újra megpillantottam azt a fortyogó üstöt, meg más edényeket is. Egy nagy konyhát láttam magam előtt, majd a konyha zsugorodni kezdett. Arra ébredtem föl, hogy nagymama sírva vesz át óma kezéből, aki épp azt hazudja neki, hogy mindez odaát történt velem, és közben egy ruhával a vért törölgeti az orrom alól. Leitatták, jelentette ki. Alig, hanem a pálinkától eredt az orra vére. Azt nem hiszem, hogy megmerték volna ütni, magyarázkodott Óma. Én különben sem vagyok boszorkány. Tudom, boszorkányok sajnos nincsenek, mondta nagymama. De most azért tessék már adni ennek a gyereknek valamit, hogy jobban legyen. Nagymamám kérése újabb titkok mögé engedett belátni. Tehát öreg mama Tud valamit, amiért kiár neki a magázás. Öreg mama rám nézett, legyintett egyet. Mindjárt kiányja. Aztán jó lenne egy kis vért sütni neki. Tyúkot vágunk, jelentette ki nagymama. Addig tessék egy kis hagymát tisztítani, kérte az öreg mamát. Azzal kint termett az udvaron, benyitotta a akik ezen a napon és ebben az órában másra számítottak, nem halálra, így hát bátran gazda asszonyuk köré sereglettek. Nagymamának csak le kellett nyúlnia a sereglésbe, és egyet elkapni a téglaszínű tyúkok közül. Már hozta is lábánál fogva a testes madarat az első udvarba, ahová óma közben kitette egy konyhai széket ráj, tányért és egy nagy kést, olyat, amivel a kenyeret is szoktuk vágni. Visszajött, szempillantás alatt megpucolta a hagymát, és most aprítani kezdte nem bírtam elviselni az egyre szemmaróbb konyhai levegőt, ráadásul érdekelt is, mit csinál nagymama az udvarban. Még mindig hálóinkben kirohantam a szabadba, pucér belemerült a hideg sárba. A kinti levegőben uralkodó istáló szaktól aztán megszédültem, illetve egy felett fordult velem a világ, és mindent úgy kezdtem látni, ahogy a valóságban van. Mi egy hatalmas függőleges falhoz vagyunk odaláncolva, a lábunknál fogva, vízszintesen meredünk az űrbe. Egy fal lakói vagyunk, mint a hangyák, és minden az űr, ám mivel ezt nem akarjuk észrevenni, állandóan lehajtjuk a fejünket, és úgy teszünk, mintha a vízszintes lenne a függőleges csak azért, mert a víz maga is ugyanilyen megalkuvásból ehhez a függőleges földfalhoz tapad. Nem értettem ezt a gondolatsort, hiába gondoltam én, de érezni mindent éreztem belőle. Egyszerűben mondva elhánytam magam. Ez azonban nem akadályozott meg abban, hogy figyeljem nagymama ténykedését. Egyik kezével összefogta a rémült tyúk lábait és szárnyát, a másikkal Hátra csavarta a fejét, és a torkáról a csőre alatt elkezdett tépkerni a tollat. Szálltak a pelyek, és az egyik belekeringett az alattam egyre gyűlő hányásba. Nem volt nehéz most hánynom. Csak a számat kellett kitátani, hogy ez a furcsa másság eltávozzon belőlem. Sajnos értettem, mit kiabál a tyúk. Valami ilyesmit. Nem erről volt szó, azt ígérték nekem, hogy ez csak mással fordulhat elő, ha jó tojó leszek. És én az voltam. Nem erről volt szó. Ez hitszegés, árulás. Ez a kölyök, ez a buta kölyök tehát az egészről. Kocsogta, és hátra csavart fejének csőrét felén nyújtotta. Szerencsére addigra nagymama végzett a nyak megtisztításával, késével éles mozdulatokat téve belevágott a gyalászkodó állat torkába, és ezzel elhallgattatta. Észre se vettem, mikor jött ki, de már öreg mama fogta az állat két lábát, hozzá hátra feszítve a szárnyait is, hogy ne tudjon csapkodni. A vér spriccelni kezdett a nyakból. A morális felháborodás véget ért, átadta helyét az életért való artikulálatlan küzdelemnek. Nagymama a tyúk fejét teljesen hátra csavarta, a szélesebből feketén, bordón és pirosan ömlött a vér. Szállt belőle a pára. Nem sok röccsent mellé, a tányérban gyűlt a bordó pogácsa, a szinte azonnal megalvadó szomorú vér. Közben én még hánytam egy kicsit, de egyáltalán nem az undortól. Inkább az emlékezéstől. Előző életem képei tolultak követelődzően elém. A kondér, amiben fő a marha hús, Megint megjelent. Katona voltam valamikor egy nagy háborúban. Mai fejemmel hozzáteltem, hogy az egyenruhákból, a front jellegéből, a fegyverekből úgy tűnik az első világháborúban. Katonai konyhát vezettem. Főztem élőkre és halottakra, sebesültekre és megsebesítőkre. A kondérnál nem csak a hegyi csatában átfagyott emberek sorakoztak csajkájukkal, de nem ám. Ennyi csúszott elő belőlem, mint egy emlékezett lepény. Mintha a tányéron az a vér nem is a tyúkból, hanem a múltból jött volna elő. Az emlékek fröcsögtek volna véresen, tisztán, bordón. De a tyúknak azért meg kellett halnia minden miatt. Rángott már fájdalmában. Rég elfelejtette az igazságtalanságot, ami érte. Már sokkal nagyobb volt a gondja ennél. Azt vizsgálta, hogy van-e túlvilági élet egy madár számára. A kötelességét persze mindig teljesítette, mint ebben az előbb még büszkélkedett is, de már ez sem ért semmit igyekezett kitépni magát öreg mama markából. Tollai szakadtak, a vér egyre több lett. Sárga pikkelyes ujjai görcsbe ugrottak, a testem megfeszült. Éreztem a halál közelét. Én magam is érzékeltem a talpammal, hogy a sárban nem csak giliszták úsznak, hanem a halál kukacai is. Ezek a férgek az elmúlás férgei. Rózsaszínűbbek még a gilisztánál is, csak hogy szemük és szájuk van, rátapadnak az emberre, mint a pióca. Évtizedekig lógnak rajta, szívogatják az életerejét. Nem igaz, hogy az ember eleve halandó, értettem meg, amikor valami ráharapott a talpamra a sárból. Halhatatlannak születünk, de senki se ússza meg, hogy előbb vagy utóbb el ne fertőződjön halandósággal. Szegény kis fiú, szaladt oda hozzám öreg mama a vonagló madár szárnyát és lábát átadva nagymamának. Nem bírja a vért, mondta. Megfogta a homlokomat, aztán kiemelt a sárból, és megpillantotta a lábamon a halálférget. Oda nyúlt, egyetlen szakszerű mozdulattal elszorította a nyakát. Visszadobta a sárba. Én meg megkönnyebbültem, bámultam az eloszló semmibe a hagymaszakba visszaérve magamhoz tértem. Éhes vagyok, mondtam. Már csináljuk, biztatott nagymama, aki a tyúkot az udvaron hagyta a székre téve, lógó fejjel, hogy utolsó szemrehányásai lecsöpögjenek a sárba. Jól lakatva a csalódott halálférget. Vizet tett föl, hogy majd legyen mivel az állatot leforrázni. Öreg mama zsírt, hogy a hagymava belekerülhessen. Mire az megüvegesedett, csíkokra vágta az alvat vért és beleöntötte. Egyre jobb szagülte meg a konyhát. Öreg mama levágott egy szeretet az egyik első kenyérgyárban vett kenyerünkből, és igyekezett dicsérni a minőséget. De ha már egyszer ezt kell lenni, miért ne örüljünk neki, mondta. Hogy elbánt a halálféreggel, gondoltam alig, ha nem tényleg boszorkány. Állapítottam meg, de nehogy megsértődjön, rögtön hozzá is tettem magamban. Én azért nem félek tőled, vagy nem szeretlek kevésbé, sőt, most imádtam csak igazán. Megmentette az életemet. Az életemet, amit már többször elvesztettem. Láttam magam előtt a tábori konyhát, és láttam az olaszok oldaláról a havas hegy csúcsa mögül érkező lövedékeket is. Hatalmas volt, szinte egy ódivatú ágyú golyónak tűnt. Belecsapódott a kondér közepébe, mely ezer felé repült, az éles szilánkok és a puha marha húsfoszlányok egymás mellett szórodtak szét a levegőben. Csak a kórházban ébredtem fel, a hadikórház hideg sátrában. Fekete szilánkok álltak ki belőlem, és az arcomból nem tudtak soha eltávolítani egy paprikás foltot. Öt évig éltem még. Gyerekem nem lehetett. Főzni nem tudtam már, mert annyira féltem, hogy felrobban megint az edény, amivel dolgozom. Féltem. Nem ez a jó szó, de nincs jobb. Nagymama. Elintette a tányért, benne a csodálatos, feketére sült, hagymás vércsíkokkal. Valahogy így nézett ki az a robbanás is, ami most az eszembe jutott, és aminek az emlékezetére egyáltalán nem volt szükségem. Úgy éreztem, nem tudok enni ebből a sötét szemrehányásból. Nem vagyok éhes, leeltem. Te még nem józanodtál ki egészen, mondta öreg mama. Valami erősre van szükséged. Akkor lépett be nagypapa a konyhába. Már tették is elé a másik tányér tányérvért. Mi történt odakint a gyerekkel? kérdezte. Mi, mi, hát leitatták a drágalátos koncsaftjaid. Közben nagymama felszúrt egy kis vért a villára, és a számba diktálta. Nagyon finom volt. Húsleves lesz ebédre? kérdezte nagypapa. Igen, megtöltött csirke. Gronkliva. Egy falatot vett a szájába, rágott, hallgatott. Kik voltak azok? Hát akik az előbb ott áldogáltak. Homok utcaiak. Többet nem engedem be őket, morogta nagypapa. Nem teheted? nem a milyenka volt. De az volt valamikor. Hagyd már azt a valamikort, mordult rá nagymama. Közben a víz zubogni kezdett a lábasban. Leforrázom a tyúkot, tette hozzá békülékenyen. Majd én megcsinálom, ajánkozott öreg mama, és egy vájlinggal kiment a kivérzett állatért. Én visszaestem emlékezet nélküliségembe, nem tudtam, mi történt meg mindabból, amit láttam. A konyha sarkában a forró víz a nemrég még panaszkodó tyúk főre ömlött, amitől a taraja és a pofája azonnal megfakult, vörösből sárgára váltott, mintha a jövőt elzáró sorompó végre fölemelkedne. A fények változtak, a márciusi felhők eloszlottak, a késő délutáni nap odasütött a sárra, betűzött az ablakon, és a halvány tyúk fej fölé fény glóriát rajzolt. rajzolt. Vörös István! Milyenek az ételek? Elmondja, Kálóimolnár Péter! Rántotta. A vagy a múlt receptje. Öreg mamával egymás közt svábul beszéltünk, de én sokáig azt hittem, hogy az nem is nyelv, csak vele lehet így beszélgetni. Meg gondolkodni is valami hasonlón gondolkodtam németül. Sokkal gyorsabban ment annál, mint mikor magyarul próbáltam meg ugyanazt tenni. Magyarul valahogy végig kellett mondanom az egészet magamban. Németül viszont együtt állt a fejemben a szorosan összetartozó mondat szerkezet, mint egy óriási szó. Az, aki lehettem, nem tudott teljesen eltűnni. Az, aki lenni készültem, csak nehézségek árán vette át a helyét. Előző életemben egy osztrák szakács voltam, ha nem tévedek. Elhatároztam, hogy kísérleti úton bizonyítom be, nem tévedek. Megpróbálok főzni. Merész ötlet egy másfél éves gyerektől. Öreg mama, aki csak távoli rokonunk volt, és nem a déd nagymamám, azonnal mellém állt. Hadd főzzön az a gyerek! Ha legalább lány lenne! vetette ellen nagymama. Játék csak ez! felelte Óma, és ezzel a saját hatás körébe vonta a dolgot, mert őt azért fogadták föl mellém, hogy ne unatkozzak, ha a nagyszüleimet túlságosan lekötné a munkájuk. Szóval játék. Csak az volt a baj, hogy öreg mama korán sem tudott olyan jól főzni, mint a nagymamám. Ezért ő rá is nagy szükségem volt. Amikor valami süteményhez dagasztott tésztát, szereztem belőle egy öklömnyi darabot, és azt gyúrogattam mindenütt, ahol csak sima felületet találtam. A baromfi udvaron túl állt a nyári konyha, amit egyelőre még nem vettünk használatba, mert az időjárás kiszámíthatatlan volt, és a szimpla ablakos helységet nem volt könnyű felfűteni, de most mégis ott akartam berendezni titkos laboratóriumomat, így aztán a tésztával is hamarosan odavettem be magam. Volt bent egy asztal, három fehére festett lábatlan szék, egy spárhelt, melyben igyekeztem rögtön tüzet is rakni. Óma elkerekedett szemmel nézte másfél éves magabiztosságomat. Volt ott egy nyitott polc, melyen most nem voltak lábasok, volt egy vizes pad, melyen most nem álltott a két vödör víz, amit a ház előtti kútról kellett hozni. A vödrök és a lábasok a házban, a télen használatos konyhában voltak. A helyiség kicsi volt, alacsony, nem is értettem, hogy nyáron miért kéne ide átköltözni. Az is lehet, hogy nem fogunk, és csak legenda az egész. Nem volt semmi emlékem arról, hogy milyen itt a nyár. Bár a nyárra egyébként sem emlékeztem. A nyár, amikor az utcákat is fűtik, és meleg van. De ki fűti az utcákat? Öreg mama erre a kérdésemre egyértelműen meg tudott felelni. Isten, akkor lehet, hogy ő neki van köze ahhoz is, hogy az ember él, aztán meghal, és elkezd egy másik életet. Isten valamiféle rendező elv, túlvilági postázó szisztéma. Szóval semmit nem értettem magyarázatából, mert túl rövid volt. A szomszéd helyiségben lévő gőré mellől lemorzsolt csutkákat hordtunk a spárheltbe, és begyújtottunk. A falon lógott egy gyúró deszka, és a tálaló szekrényben is találtam pár edényt. Most már nem volt elég az a kis elcsent tészta. Több kellett volna. De mi? Tanácstalanul néztem öreg mamára. Mit főzzünk? Vagy mit süssünk? A helyiségbe nem volt bevezetve a villany, de egy hosszú vezeték a kert fölött idehozott némi fényt a házból. Bejött az ablak alatt, és egy falon lógó foglalatban végződött, melyben egy százas égő lógott búra nélkül, csak úgy a falnak támaszkodva. A fal fehérre volt meszelve, így jól szét tudta szórni a fényt. A lámpát úgy lehetett le vagy fölkapcsolni, hogy a házban a zsinór túlsó végén lévő dugót, kihúztuk a konnektorból, vagy visszacsúsztattuk oda. Szóval mindenben a belső konyhától függtünk. Végül én adtam ki a rendelkezést. Tojás rántotta. Öreg mama hozott hátra két hagymát, három tojást, egy darab szalonnát, meg egy darab kolbászt. Én tányérokat, meg két szelet kenyeret. Ezt már a kenyérgyárból hoztuk, és hiába volt csak kétnapos, enyhe penész szagot árasztott vagy nem is tudom, de valami áporodott szag körül. A kájha vaslapja már fölizzott, bár a helyiségben hideg maradt, mert a falak jobban ontották a térről itt maradt hideget, mint az égő kukoricacsövek a tavaly nyárról tartalékolt meleget. Rengeteg minden kell egy egyszerű rántottához is. Egy félvődőr vizet hoztam hátra, tányérokat nem akartam, hogy öreg mama dirigáljon. Megkértem, hogy mindent csináljunk úgy, ahogy én szeretném. Persze a hozzávalókat még ő választotta ki. Ez is súgás volt. Legszívesebben mindent visszavittem volna, hogy én szedjem össze. Ez kell egy rántottához. Magyarul nem is igen tudtam volna értelmesen ezekről a bonyolult dolgokról beszélni vele. Maradt a titkos nyelvünk, a sváb. Persze, mindenben még a nyelv sem segíthet. Ott állt előttem az asztalon három tojás, két fej hagyma, a szalonna meg a kolbász, de sejtelmem sem volt, hogy mit kell ezekkel kezdeni. Hirtelennyében még azt se igen tudtam, a tojás világos barna kemény labdáját hogyan lehet a fehér és sárga ehető valamivé alakítani, amit már ismertem. De persze, most jön a lényeg, a kísérlet. Ne avval foglalkozzam, mit tudok én, hanem nézzek szét az emlékeimben. Nem, olyanok alig vannak. Az énem alá besöpört emlékekben kell kutakodjak, mintha az ágy alól húznám elő az óriási lavort, melyben fürödni szoktam. Bár sosem én húzom elő a lavort, hanem nagymamám. Szóval hogyan is csinálta ő? Nem, azt most csalás lenne felidézni, nagymama hogyan készít rántottát. Mellesleg sosem figyeltem meg. Más valaki érdekel. Ő, a belső ismeretlen, azaz az én, aki itt kóvályog a fejemben, ha igaz az egész. De ha nem lenne igaz, hogyan tudnám kitalálni ezeket a dolgokat, emlékeket? Na legfeljebb a túlvilági intéző segítségével, akit öreg mama emlegetett. Lecsuktam a szemem. – Mit csinálsz, Petike? – kérdezte öreg mama. – Mit csinálnék, drága? – Megnézlek kislányként. – Vissza az időben? – Először azonban nem a múltat láttam, hanem magát az intézőt. Nem Előbb semmit. Aztán a meg nem értett világ mészháját feltörtem, szóval ezt kell tenni a tojással is. Feltörtem kérdéseim üvegborának szélén, és a világ szétvált fehérre és sárgára, a meg nem értett részre és a múltra, az elérhetetlenre és arra, amin már túl voltam minden sárga lett körülöttem. Kiláttam csukott személyem mögül, láttam a konyát, láttam öreg és láttam a baromfi udvart körülöttünk, melyre már leszállt a márciusi koraest. Hallottam nagyapám zsörtörődését, ahogy a tyúkokat az olba tereli és bezárja. De amint eltűntek, ezeknek a szárnyasoknak a helyét mások vették át. Az udvarra egy szekér hajtott be. Mindent láttam a sárga sötétben, ahogy csukott személyen monát látni lehetett. Azt is, ahogy öreg mama elérzékenyülve figyel. A szeméből egy könycsebb gördül le öreg arcán, aztán keresztet vet. A szekeret lovak húzták, de angyalok hajtották. És ének szó jött velük, nem angyal lárma, az énekesek megint mások voltak, nem láthatóak. Talán a meg nem értett, vagy nem is létező fehér feléből a világnak. És akkor kirohantam az udvarra, és fölültem a kocsira. A bakra ültem a is mellé, aki mikor magához ölelt, megéreztem az angyal szagot. Hogy milyen az, nem is tudom túl könnyen elmondani. Nem kellemes, de nem is büdös. Azért nem kellemes, mert arra emlékeztet, hogy bár a világ sárgájában élünk, a lelkünk a fehérjéből származik, és nehezen szokik össze a sárgával. A szaporodással és pusztulással, melyeket ebben a pillanatban egyként guztustalannak találtam. A szaporodást. Hiszen erről beszél a tojás is. Gyorsan kinyitottam a szemem. Rámosolyogtam a pityergő öregasszonyra. – Mit csinálsz? – Tört fel a tojást. Mondtam olyan határozott hangon, mint egy tábori szakács. Őt tegezhettem mindig, és különösen akkor tegeztem, ha svábul beszéltünk. A magázást svábul el se tudtam képzelni, hogy miért nem tudom. – És a hagyma? – kérdezte. – Még nem tisztítottad meg? – Ja persze, akkor avval kezdem. A csatát tulajdonképpen megnyertem, de engem most nem a tulajdonképpeni csatanyerés érdekelt. Úristen, hát persze, hogy nem a rántotta. Újra be kellett csuknom a szemem, mert a hagyma nagyon marta. Rögtön megint a világ sárga felét láttam, de azt is észrevettem, hogy a dolgok titokzatos rétegekben bújnak meg egymás mögött, alatt. Van olyan, amit színről színre nem is láthatunk a szemmaró fedőrétegek miatt. Fönt ültem a szekéren, és az angyal szárnya, ahogy oldalt fordult a pakon, megsóhintotta az arcomat. Kisen nyitottam a szemem, és fölkaptam a villát. Elkezdtem összekeverni a puhárban a tojás sárgáját a fehérjével. Igen, most már nem csak dirigáltam egy másfél éves gyerek gőgjével, hanem tevőlegesen is főzni kezdtem. A meg nem értet összekeveredett a nem létezővel, a valóság a lehetetlennel. És a szekerünk megindult. Suhantunk előre, de ez nem sokáig tartott. Elkezdtünk emelkedni. Vágt föl a szalonnát! ordítottam a szekérről, és még láttam, hogy a konyhában öreg mama elkezdi apró kockákra vágni, az avasfehér zsírszalonnát. Mi több, magamat is ott láttam állni mellette. Milyen helyes kisfiú, de milyen kicsi, milyen gyenge, mennyire nem életre való. Megértettem, hogy egyáltalán senkinek nem fontos a világban, hogy éljek. Ha ez a nénike és a nagyszüleim nem lennének körülöttem, semmi se kötne ehhez a világhoz. Nem is kötött. Emelkedtünk egyre gyorsabban, zenére. – Tedd a tűzre a szalonnát! – mondtam valahol lent. – Miért dirigálsz, Petike? Tudom én, -e, hogy kell. – De azt kell megtudnom, én tudom-e? – Honnan is tudhatnád? – Ez érdekel, pont ez! Túl merész kísérlet egy másfél éves gyerektől, súgta mellettem az angyal. Már egyenesen fölfelé mozogtunk. A világ sárga csíkokra esett szét körülöttem, sárga ívekre, mint a hagymakarikák. Bele a kisült zsírba! adtam ki a következő hat parancsot. Mikor legyen merész az ember, ha nem fiatalon? Hát mégis élni akarsz? Már megint? kérdezte az angyal. Vagy nem is ő. Már fölértünk. Ez maga a túlvilági intéző volt. Fehéren és aranyszínben áramlott felém. Ő? Vagy valami más? Öreg mama ráöntötte a tojást a megüvegesedett hagymára. Jó szak terjengett a helyiségben. Kiszökött az udvarra is, be a házba. Élni? Igen élni akarok. Most, amikor már mindenki belement, hogy ne kelljen. Most engem csak az érdekelne, hogy szakács voltam-e előző életemben. Tábori szakács. Miféle előző életről beszélsz? Nincs előző élet. Csak egy van. De azok a képek a szakácsról, a gulyás ágyúról, az ágyúgolyóról, amely belecsapódik. Honnan jön mindez? Honnan jön ez a jó szag? kérdezte nagyapám bent a házban. Az öreg asszony meg a gyerek játszadoznak hátul. Felelte nagymama kicsit kelletlenül. Ezt nevezed előző életnek? Ez ugyanúgy te vagy. Neked kell tudni, voltál-e szakács, de nem tudom. Tudod te azt, hiszen a kísérletet már elvégezted. Öreg mama Kitette a két tányérra a rántottát. – Uram, teremtőm, – mondta, – a kolbázt kifelejtettük. Nem tudnánk most beletenni? – Nem, – nevette el magát, – már késő. Aki egyszer kiszorul a világból, az már soha többé nem szerzi vissza a helyét, úgyhogy jó lesz, ha vigyázol, – mondta a túlvilági irányító, és fehér port szórt rám, amitől valahogy megerősödtem. Öreg mama már sózta és paprikázta a tojást, amikor belépett a kiskonyhába nagyapám. – Mi ez a jó szag? – kérdezte. – Hogy maguk micsoda meleget csináltak itt? – rám nézett. Izzadtan álltam kis pulóveremben, a hajam a homlokomra tapadt, az arcom kivörösödött. Még kívülről láttam magam, mint már annyiszor, de visszatérőben voltam. Lerogytam a tányérom alá, enni akartam, de a nagyapám homlokomra tapasztotta a kezét. Ez a gyerek már megint lázas, mondta. Maga nem tud rá vigyázni? Én vigyázzak rá, mikor ő tanít főzni engem? Ha nem vigyáz rá, akkor meg minek fizetjük? Öreg mama elvörösödött. Lecsapta a villáját. Egye meg maga! úgyis is azt akarja, nem? Kiáltotta, és előre rohant a házba. Nagymama meglátta, és csak annyit kérdezett. Mit mondott már megint ez a pokróc? Fel! Tessék! Felmondott! Szó se lehet róla, nem tudunk mit csinálni Petikével maga nélkül. Szerinte most is lázas, ha végén még én okozom a halálát. Ő nem teheti ki magát, mert nem is ő vette fel, neki ehhez semmi köze. Miközben hátul tisztán hallottuk ezt a beszélgetést. – A francba! – morogta nagyapám. A hóna alá kapott szokása szerint, és vitt előre. Mikor a konyhába lépett, azt mennydörögte. – Ennek a gyereknek sürgősen le kell feküdnie! Aztán öregmamára nézett, és kibögte, amit talán még sosem mondott ki. – Bocsánat! – öregmamának ennyi elég volt. Azonnal a munkához látott. Bergett a lefekvés meglehetősen bonyolult filmje. Vízmelegítés, lavór, törülköző pizsama. Csupa kellemetlen dolog. Láttam, amikor nagyapám a konnektorhoz lépett, és kihúzta a nyári konyhai lámpa dugóját. Hátul elsötétedett az ablak. Ki eszi meg a tojás rántottánkat? Kiderült, hogy másnap reggelig senki nem ette meg. Akkor a nagy sírásomra maga a nagyapám hozta előre. Meg kellett vígasztaljanak, mert éjjel arról álmodtam, hogy egy nagy tóban fürdöm és bepisértem. Ez pedig különösen megalázó ébredést jelentett, mert meleg nyirokból kellett kikelni. Az ágyneműn szürke karika égtelenkedett, és fönnállt a veszélye, hogy újra pelenkát húznak rám, amit szívből utáltam. Nem tudom, meddig lehet ez a gyerek elválasztva a szüleitől. Miért? Azok kik? Döbbentem meg magamban, és egy szót se szóltam. Elkezdtem enni a rántottát. Hideg volt, és nem valami ízletes, a kenyér pedig egyszerre száradt és dohos. A közkenyér, az állami, amire kis cédulát ragasztanak, hogy tudni lehessen, mikor és hol készült. Utáltam a cédulás kenyeret, és azt is, hogy ilyen rossz a reggelim. Lehet, hogy rossz szakács voltam előző életemben? Erről egyre több emlékem derenged, de a legnagyobb meglepetés az volt, hogy vannak szüleim. Szülei mindenkinek vannak, sógta a kocsis angyal, aki úgy látszik, még ott maradt a közelemben. Miért? Nehéz kérdés, de ha nem lennének szülei, ő se lenne, mondta. Lapos gondolat. Én ebben nem hiszek, jegyeztem meg. Nekem nincsenek szüleim, gondoltam. De sajnos ki is mondtam, mert nagyapám odalépett és lekevert nekem egy pofont. Majd mielőtt a nők meg tudtak volna szólalni, elbődült. Bocsánat! Azzal nagy mogorván eltűnt a bolt irányában. Vörös István, milyenek az ételek? Elmondja, Kálói Molnár Péter A bor, avagy a feledés receptje. Azt vettem észre, itt a faluban mindenki tudja, hogyan kell bort csinálni. Csinálni? Ó, nem. A bor készítése nem tevékenység számba ment, sokkal inkább művészetnek számított. A bor volt a legfontosabb dolog a faluban, ami csak létezett. Fontosabb volt az aranynál, melyről valamiért azt gondoltam mindennél fontosabb, és ebből a tévedésemből megint megtudhattam valamit önmagamról. Ha önmagamnak nevezhetem azt a másikat, aki már sose leszek. Megtudhattam valamit arról, honnan jövök, vagy honnan jön az a valaki, vagy valami, amiből én lettem, vagy ami énné, engemmé lett. És ezen a ponton a nyelv alig, hogy megtanultam, már is tökéletlennek bizonyul. Pedig az a régi, melyet épp feledek és igyekszem feledni, még mindig elárul rólam ezt-azt. Valami újat, vagyis régit. Mert régi, gondolom, régi kell legyen, ami voltam, és új, ami vagyok, még újabb, ami leszek. Húsvét előtt lettem 18 hónapos, a másfeledik születésnapom. De önmagammá vált -e az a valaki vagy valami, aki voltam? Önmagammá? Talán így a leghelyesebb ezt kifejezni, de azt se tudom, hogy nevezhető-e valaminek vagy valakinek a lélek, mely vándorol. Olyannak képzelem, mint a bort, bár a bort sose láttam, csak tudom, hogy fontos, mert állandóan beszélnek róla a nagyszüleim. És nem csak a nagyapám, aki napi 5 liter iszik meg belőle, és évi 2000-et termel, tehát 500 marad elosztogatni. Mert azt is tudtam, hogy a saját borát nem adja el, hiszen a kocsma se a miénk. Nem a miénk. Már nem. Tehetjük hozzá. De én még nem értem, hogy ez a már jót vagy rosszat jelent. Szerencsére nem a miénk. Nincs miért aggódni miatta. A gondjai nem a mi vállunkat nyomják tehát nem is gondok. Vagy sajnos nem a miénk, és így nincs semmink, mert nincs helyünk, ahol eladjuk azt, ami a miénk. Az aranyról tudtam, hogy sárga, és hogy a szépségéért szerettem, de gond volt csupa gond a megszerzése és a megtartása. A hordását pedig egykor, felnőtt koromban a feleségemre bíztam. Na, ugye, hogy férfi voltam. Az arany persze nem sárga, hanem még csillog is hozzá. Fényt is ad ki, mint a nap. Na no, már most a borról azt szokták itt mondani, hogy arany -sárga színű. Ebből állítólag világos, hogy itt a fehér bor hazájában vagyok, de nekem nem volt semmi világos, amíg csak a napra nem gondoltam. Az is sárga, de a fénye meg fehér. A bor olyan, mint a lélek. A lélek olyan, mint a bor, viszont nem olyan, mint az arany. Ebben a világban a dolgok nem hasonlítanak egymásra túl mélyen, sőt, még csak kölcsönösen sem. Én hasonlítok nagypapára, szokták mondani, de ő nem hasonlít rám. Ezt ugyanis még senkitől sem hallottam. Itt a borról mindenki sokat tud. Tudja a készítését. Avval foglalkozik jóformán egész évben. Arról beszél. Néha meg is issza, hogy fogjon, de nem mindenki olyan nagy művésze a borivásnak, mint nagyapám. A készítés. Ha valaki tudja valamiről, hogyan készül, az azt jelenti, hogy meg tudja csinálni. Nem volt itt elméleti tudás, ha tudod, csináld, ha nem tudod megcsinálni, nem tudsz semmit. Nagyapám mégis a szavak embere volt. Sokat beszélt. Sokat és jól. Beszélgetett a kocsmában a vendégekkel, veszekedett nagymamával, kiabált öreg mamával, mesélt nekem. Azt kértem tőle egyszer, hogy meséljen a borról. A borról nevetett. Egyszer volt, hol nem volt. Hát ezt így nem lehet elkezdeni. Inkább adj egy puszit a borvirágos orromra. Az orra nem volt kicsi, és a bor szövevényesen kanyargó, apró csíkokat hagyott rajta. Ezek a gubancok sűrűek voltak, mint a háló, és kifogták a piros szint. Egyszer, az egyik évben nem volt bor, kezdte nagyapám. Nem termett egy hordó se, egy kancsó se, egy pohár se. Abban az évben születtem én, mondta, aztán rémülten elhallgatott. Ráébredtem, hogy mindig csak kitalálja a meséket. Nem tudom honnan veszi ehhez a bátorságot, de ezek szerint bátor ember. Most viszont úgy látszik, megrettent valamitől. Egy egyenruhás ment el az utcára néző ablak alatt. Gyakran jöttek, mentek erre. Sose vetettünk ügyet rájuk, az ablak most is nyitva volt. Mintha megállt volna előtte valaki. Megkocogtatta volna a keskeny járdára kitárt üvegtáblát, de nem, nem volt még se ott se valaki, se senki, csak a szél nyögött, a szőlők felől érkező szőlővirág illatú szél. Másfél évesen az ember felelőtlenül át tudja magát adni az élet élvezetének. Élveztem a csendet, a suhogást, a függöny emelkedését. Észre se vettem, hogy nagyapám elhallgatott. Nem figyelsz? Akkor hiába mesélek. Na, menj inkább játszani. Nyakunkon volt a húsvét. Az ünnepre megérkeztek a szüleim. Éjfél felé jöttek az utolsó vonattal, nem volt már busz, be kellett gyalogoljanak az állomásról. Másnap délelőtt nagynéni még jöttek púpos unoka nővéremmel. Ez a felsorolás persze csalóka, azt a látszatot keltheti, hogy számomra csupa ismerős ember érkezett, de ez egyáltalán nincs így. Nem emlékeztem sem kövér nagyhangú nagynénémre, aki csak nem tíz évvel volt idősebb anyámnál, nem emlékeztem jelentéktelen férjére sem, akinek a szavát se lehetett hallani jóformán az egész hétvégén, és nem emlékeztem csodaszép unoka nővéremre, akinek sötét göndör haja csigásan omlott hátára, mely egy kicsit megtört, nem volt egyenes vonalú, mint a család többi tagjának. Az apjától örökölte, súgta nekem öreg mama, miközben a már főlő sonkát nézte, nézte, nézte és várta, hogy kiharangozzák a nagybőjtöt nem is volt igazából púpos az unokanővérem, gerinc ferdülése volt, ezt ő mondta nekem másnap, mikor az udvarban a fészket kerestük a csoki meg a színes főt tojásokkal. Nem emlékeztem egyikükre sem, amikor megjöttek, pedig a szüleim váltig bizonygatták, hogy nem olyan régen találkoztam unokatestvéremékkel, karácsonykor, amikor még otthon laktam. Hát, igen, az meg lehet, de azt meg sem mertem említeni, hogy ő rájuk sem emlékszem. Amikor reggel felébredtem, nagymama boldogan újságolt, hogy megjöttek a nyújék. Mosolyogtam is örömömben, és azon múlt hálóingesen kiugrottam az ágyból, követtem át a másik szobába, ahol anyukám gyerekkori ágyában két ismeretlen fejet láttam. Kik lehetnek ezek? Töprengtem. Bejött nagypapa, egy üvegbort és három talpas poharat hozott. Töltött, letette a lány szoba fehérre festett asztalára. Nagymama beemelt az ágy széles fapereme fölött a dupla dunyha alá. Búj be melléjük, suttogta, és én, mint valami fürge jégdarab, végig siklottam rajtuk, és kettejük közé érkeztem. Egyszerűen úgy kell csinálnom, mintha tudnám, kik ezek. Aztán a többi szépen lassan kiderül. De mi van, ha nem? Vagy ha ez csak próba, és ászülőket fektettek ide az ágyba, hogy lássák, megvan-e bennem a gyermeki hűség. Annak persze bakonymérői napjaim során mindvégig a tudatában voltam, hogy egyedül vagyok, hogy a szüleim valahol távol élnek tőlem, de azért élnek. És azt is tudtam, hogy hiányoznak. Csak hogy és ez vált nyilvánvalóvá most, azt nem tudtam, kik azok, akik hiányoznak. Különben is ott volt nagypapa, ott volt öreg mama, ott volt nagymama, mind a hármukat szerettem, és egyikük se volt képes teljesen elfeledtetni velem előző életemet, amelyből váratlan és tragikus halálommal olyan igazságtalanul kikerültem. Aranyosak voltak ezek az öregek, de az igazságtalanságot, ami velem történt, nem tudták felettetni. Feledni? Az is kellett volna. Megemlékezni? Azt is szerettem volna. De kik ezek? Mit jelent az a szó, hogy szülő? Abból a szívélyességből, hogy nagypapa a pohárbort oda kínálta, nyilvánvaló lett, hogy valaki velem és vele azonosat. Mert nagypapáik, meg én, azonosak vagyunk. Akik ők, az vagyok én is. Titokban öreg mama is azonos velem. De ezt nem mondjuk el senkinek, úgy is tudják. Van egy saját nyelvünk is. Azon világba kiálthatjuk nem fogják érteni. És most itt van ez a két viszonylag fiatal ember, akik belegyalogolnak az azonosságba, a miénkbe, amihez még nekik sincs közük. Be kellett bújnom melléjük az ágyba. Idegennek érzem magam. Ne izegd, mozogj már, Petike, szólnak rám. Közben felülnek. A három pohár kézbe kerül. Na, ebből megint kiagytak. Elsírom magam. Én már sohasem mehetek haza. Ez a kérdés engem lep meg a legjobban. Talán nem vagyok itt otthon. Talán nem itt vagyok otthon csak nem kell egyszer ezekkel innen elmennem. A fiatal nő állítólag az anyám, de én nem emlékszem rá, bár állítólag pár hete is itt voltak. Szintén elsírja magát. Nagyapám röhög. Az apám, ez a gyerekarcú fiú, ez az éppen csak férficske, zavartan bámul a világba. Nem nagyon tudja, hol a helye. Ahogy elnézem, előző életemben alig, hanem jó ember ismerő voltam egy hajtásra lenyeli a bort, beleremeg. Ezt megérzem a takaró alatt. Az utcán egy szekér megy el nagy zörögve. Húsvét van, azt mondják, ez egy ünnep. Azt mondják, de a világ ilyenkor annyira felfordul, hogy elhatározom, nem szeretem az ünnepeket. Nem azért nem jöhetsz haza, mondja az anyám, fogadjuk el ezt az elnevezést, bármennyire röhelyes is, mert nem szeretünk. Úristen, ez válaszolni akar erre a kérdésre, amit igazából nem is én tettem fel. Nem tudom, honnan került elő, még ha az én számot is hagyta el. Nem nagyon szeretem különben se azt a szájat. Avval kell a húst enni például, amit utálok. Jaj, de utálok húst enni. Most meg azt mondja, nem, ti nem szerettek engem. Anyám sír. Szegény. Kezdem megsajnálni. Vagy megszeretni. Elég aranyos. Apámtól félek. Ő túl fiatal. Olyannak kéne lennie, mint nagyapa. Ne törődjetek a gyerekkel, mondja ő bölcsen. Megint tölt apámnak és magának. Tudom, hogy igaza van. Nem kell a számmal törődni. Hadd beszéljen. Engem nem zavar, hogy itt kell éljek. Állítólag ők a szüleim valamiféle fővárosban laknak. Na, ha az a főváros, akkor ez a fő falu. Még jó, hiszen itt van a világ közepe. Az persze nem fő dolog, de mégis. Anyám tovább szipog. Egy könnyen rápottyan a kezemre. Micsoda rémes sós érintés de milyen ismerős is. A tenger. Megvan. Előző életemben valami közön volt a tengerhez. Kalóz voltam. Vagy cápa. Esetleg tengeri csillag. Anyám kipattan az ágyból, kiszalad a hideg szobából. Te hülye, néz rám az apám, Gyorsan anyám után indul. Egyedül maradtam az ágyban, bár a szaguk meg a melegük még itt van. Úgy teszek, mint akit nem zavar a helyzet. Gyorsan behúzódok a takaró alá. Szerencsére a párnán nagyapám fejének szagát érezni, amit nagyon szeretek. Gyerekek még, kacsint rám nagyapám. Kimegy a szobából, de a kétfélig jót pohár, Anyám és apám szájnyomával az éjjeli szekrényen marad, ahova dühösen lecsapták őket. A két pohár között egy csepp bor remeg. Nem lehet tudni, melyikből potyant ki. Valóságos kis aranygömb. Belenézek, és a feledés elárad az agyamon. Nem tudok róla, hogy vannak szüleim. Nem tudok róla. Közelebb hajolok, a nyelvem a csepphez érintem. De ahogy eltűnik, az egyik pohár felbillen, és a bor a fejemre ömlik. A hajam beszívja, nem hagyja kilocsanni, nem hagyja rendetlenséget csinálni a szobában. A hajam olyan erővel szívja be a száraz, tiszta italt, hogy szinte ugyanabban a pillanatban álmodni kezdtek, anélkül, hogy elaludtam volna. Nagyapám visszajön, megsimogatja a fejem. Ezen Ezennel megkeresztellek, mondja, amikor megérzi a nedvességet a homlokomon. Megkeresztellek a szabadság, egyenlőség és testvériség nevében, mondja. Nem vagyok biztos benne, hogy áldásnak vagy átoknak szánja, és ha annak, akkor nekem szól -e. Nekem talán áldás... Te inkább vicces. A külvilág felé pedig álltok. Egész biztos, hogy álltok. Vicc ez is. De lassan mégis hatni fog. Bár addigra én talán már fel is növök. Nem emlékszel rájuk, ugye? Néz rám, nagypapa éles látón. Most dőj vissza. Korán van még. Mire felébredsz? elfelejted ezt az egészet. Azonnal elterültem a párnán, és hagytam, hogy a borszaga egyre mélyebbre ivódjon az emlékezetemben. Vörös István, milyenek az ételek? Elmondja Kálói Molnár Péter. Két kupica pálinka. Amikor a vér már nem ömlött, Megszólalt a harangszó. Pintér bácsi azonnal kihúzta magát és keresztet vetett. A sáros hóban gumicsizmák nyoma, piros és szarszínű sár. Egy barna vágylingban véres zsemlegőzölög, a mosókonyhából kizúduló fényre a mocskos téli hajnal kékes vére ömlik, mint zsemlére ömlött az előbb a bordó. Halál és ébredés párái szállnak a levegőben. Nagyapám pálinkát hoz, a hat erős fekete férfi kocint, megöltek egy hetediket, a halott a hóban fekszik, de lába még meg megrándul. Jöhetnek a gyerekek, mondja valaki, és mi kitódulunk a konyhából, a hugon meg én. Ketten vagyunk gyerekek, de csak együtt, különben egyikünk se gyerek. Én a Peti vagyok, ő a Juditka. Most meg kell húzzuk a disznó farkát, és akkor az majd tojik nekünk ajándékot. Én már tudom, hogy a Dunakavics és a francia drazsé nem a haldokló disznó végbelében terem meg, de Judit katalán még nem tudja. Elkapom az állat pöndörödő és meglehetősen visszataszító vékony farkincáját, és rántok rajta egyet. De ajándék helyett egy utolsó szellentés csap ki a fenekéből. Látom, ahogy kinyílik, mintha beszélne hozzám. Becsapnak téged, mondja. Hazudsz, felelem neki. Nem csapnak be, mert mindent tudok, és ők tudják, hogy tudom. Nálunk nem szokás egyenesen beszélni. Egy döglött disznó segge se vezesse ezt be, mert semmi köze hozzá. A harangszó ott hömpölyök felettünk, a felnőttek röhögnek, és elfelejtik odadobni a csokinkat. Juditka, aki az egyetlen nőnemű, az egész udvaron, elsírja magát, és beszalad a konyhába. Harangszó. Jocó a nagybátyám megcsúszik a latyakban. Kupicájából a pálinka kiemlik. Egyenesen a döglött disznó képébe fröccsen a rohadt szilva párlata. Mindent a bomlás szaga lepel. Akkor az állat, akinek már minden mindegy kéne legyen, Megráng és éles hangon röfögni kezd. Visítva röfög, úgy megsiklik a hangja, mint a lavó réha vizet lögyköz benne. A túlvilágról sír. Vajon mit lát? Milyen utálatos disznópokol ajtajából röfög ide segítségért? És vajon mik lehettek a bűnei? Túl mohon falta a moslékot, egyszer bezabált egy ójába téved kis csirkét. Paráználkodni nem paráználkodhatott, mert hamar ki lett herélve, hogy jobban nőjön, és ő meg is hálálta a gondoskodást. Több mint két mázsányi szerves anyagot fog ránk hagyni, és mi minden részét feldolgozzuk. Száll a reggeli harangszó, karácsony közelettét jelzi, a disznó szemébe belemegy a pálinka, és a fájdalom magához téríti vagy talán a sebbe folyt bele, és most pálinka kering az ereiben. A szív újra ver. Ezt hallom én is, mert hangos lódobogás hallatszik, de nem kintről az utcáról, hanem a fejünk fölül, mintha a sárgás felhőkben boszorkányok dobálnának. A disznó mennyország angyalai jöttek talán érte, és most csata lesz az udvarunkon, ezért az egy lélekért. Lehet, hogy ő a disznók nagy tudósak, aki eladta magát az ördögüknek. Igen, a pálinka sebbe ment, ez már biztos. Az állat fölpattan, és egyenesen Jocóra mered. Jocó zörgőcsontú ember, nagy kiálló Ádám csutkával, ugyanolyan orral. Este azt bizonygatta, hogy egymaga képes lefogni a disznót annak a módszernek a segítségével, amit a főnöke magyarázott el neki egyszer ebédszünetben. Ma reggel viszont kétszer elvágódott, mikor a melső lábát meg kellett volna ragadnia. Az ízületei ropogtak az erőködéstől, úgyhogy más vette át azt a lábat, és ő már csak áldogált közöttünk. Juditka szerint oda is hányt az orgona bokor alá. Úgyhogy igencsak szüksége lett volna arra a pálinkára, amit a disznó szívébe öntött. Ha ő issza meg, akkor most ő kap úgy erőre, ahogy az állat. – Menj onnan! – kiabálta Pintér bácsi, ám a szavának nem lett foganatja. Jocó képtelen volt mozdulni, de egyelőre a disznó is. – Jöhetünk a vérért! – hangzott a konyhából egy női hang. A reggeli világosság ideglásszerű rohammal tört rá az udvarra. – Most nem! – felelte nagypapa. Megpróbálta félrelökni Jócót, apám a disznóra vetette magát, hogy földöntse, hiszen nyilván egyébként is gyenge lábakon áll, a vére már mind a zsemlén hűl, gőzölögve. A dobolás egyre közelebbről hallatszott a fejünk fölül. A harangszó megpróbált megküzdeni vele, a fehéressé vált köt kavargott az emberi és disznó angyalok szárnya alatt, rettenetes küzdelem volt. A disznók érthető nyelven azt kiabálták, mi erősebbek vagyunk, meg bennetek nem hisznek a ti drágalátos embereitek, de bennünk a disznók annál inkább. Ez az állat minden nap imádkozott moslékevés előtt, és imádkozott elalváskor is. Féltem, hogy az angyalok meg fognak, de nem szólaltak meg. Éles kardokat rántottak elő, és ugyanúgy kezdték ölni ellenfeleiket, mint az előbb mi, mármint a felnőttek a disznót. A angyalok nem is védekeztek. A sebeikből úgy hullott a vér, mint piros harmat a nap felkeltében. A szemembe belesütött a malom mögött vörösen kelő nap. Fényével utat vágott a ködön és a kavargó szárnyakon át. A vércseppek a földre érve cukorkákká alakultak, és én elkezdtem fölszedegetni őket. Peti! Mi a fasz csinálsz? rivaltrán dühösen az apám, aki most kászálódott föl a földről, mert ledobta a hátáról a disznó. Bőrkabátja újja, csupa sár volt. Szedegetem, amit a disznók tojtak. Mi van? Te is kaptál a pálinkából? Itt csak egy disznó van. Itt igen, de ott fönt több is. Mutattam a véres kardjukat már a bírsalmafa szintjén suhogtató angyalokra. Ha nem vigyázunk, még a mi fejünket is lecsapják. Meg akartam fordulni, ám egy hatalmas pofon csattant az arcomon. Nem értettem, mi ez. Ne káromold az Istent, bődült rám nagyapám. Tehát mégis hívő lenne? Kezéről a disznóvér az arcomra kenődött. Azt hihette, hogy az vére is gyorsan elém pattant. Hagyja azt a gyereket, sziszekte. Nem szerették egymást az apósával. Nekik egyszerű dolgok volt, de nekem nehezebb, mert mind a kettejüket szerettem. Akkor a disznó újra röfögött. Úgy hallatszott, mintha egy angyal fújta volna meg az apokalipszis véres trombitáját, mintha a disznó nedves és havas orra megnyúlt volna, mint ez a haláltusa, és egy kis elefánt ormány pottyant volna ide közénk, Afrika ajándékaként. Az én arcom már be is volt festve. A véres csíkokkal készen álltam egy törzsi tánc ellejtésére. De akkor a föld alól, illetve az utcára nyíló kifolyókból előtörtek a disznó ördögök, hogy angyaltársaikat megsegítsék. Koromfekete agyaras árnyékok rohantak végig az udvaron, Odáltak a disznó mellé, eltűntek benne. Már nem csak a pálinka fűtötte őt, hanem a túlvilág alkoholja is. Dübörögni kezdtek a szervei, mint valami gyár ama szervek, amelyeknek lassan önálló életet kellett volna már élniük, illetve önálló halált, a belek és a gyomor mosásra, a máj reggelihez, a tüdő az üstbe, főzésre, minden várt a maga sorára, a sonkák a sóba, a hús meg a darálóba, a szalonna füstre, az orr és a fül a kocsonyába, a sajtba. Csak hogy nem tudtak szétszakadni, mert a disznó szív még vert. A vér mérgesen szuszogott a vágylingban, hogy őt holmi növényi és túlvilági eredetű nedűkre váltották föl. A disznó nekilódult. Hirtelenjében akkora agyara nőtt, mint egy görbe szőlőmetsző kés, a szeme sárgásan villogott. A dobolás vége érhetetlen volt, apám meglökte nagyapámat, aztán rám fölmet. Marsa konyhába! De már én sem tudtam mozdulni, kezemben a töltött cukrok fölforrósodtak, mint tűz mellett a kő. Jocó félelmében görcsösen röhögni kezdett. A megvadult állatnak egyetlen fejmozdulatába került, hogy Jocót eltaszítsa. A nagybátyám volt, de alig tizenöt évvel idősebb nálam. Nagyszüleimnek a féle kései gyereke, öregkoruk napsugara, aki most a sárban hevert, és egy rettenetes szörny ált fölötte, mint a sors maga. Jocó hisztérikusan kapálózott. Öklével ütötte az állatok a szalonnáját, és közben azt kiabálta megdöbbenve. – Ez meg akar ölni! – Mi mást akarnak, kisapám? – hajolt oda hozzá egy angyal. Te már tegnap este az ő halálával dicsekedtél kártyázás közben, míg ő békésen imádkozott. Lehet, hogy az angyal beszédét csak én hallottam, de ez azért mégiscsak sok volt. Éreztem, hogy van mindebben valami elvetemültség. A cukrot ledobtam a hóba. A favágó tönkreletett tálcáról fölkaptam egy teli kupica pálinkát, és egyetlen húzásra kiittam. A cukor füstöt csapva eltűnt a van. A pálinka hihetetlenül jó volt. Belül ugyanazt a füstöt éreztem, mint ami a hóról és a vérről még mindig szállt fölfele. Nőni kezdtem, mint vásárban a lufi a hidrogénes palackon. Már 25 éves voltam, és azt is tudtam, mit csinál a férfi a nővel. A fütyi megkeményedett, és fölágaskodott a tréningnadrágban. nadrágban. Mindörökre megszűnt fütyi lenni. Már nem is voltam szűz. Tudtam, hogy tíz év múlva a szomszéd udvarban driciklizgető zsuzsikába fogok hatolni láttam a combjára ömlő pár csepp vért, mely egyenesen a zsemlére csöppent a képzeletemből, azt hiszem, idén nem eszem véres hurkát, gondoltam. Egyetlen szökkenéssel fölpattantam a disznó hátára, aki épp az agyarát készült neki szegni jocó nyaki ütőerének. Olyan anatómiai ismerettel, mintha már letette volna a nagy szigorlatot az orvosi egyetemen. Nagyapa eddig eredménytelenül próbálta eltaszigálni az állatot fia fölül, de most fölhagyott reménytelen kísérletével, és rám emelte pillantását. Az arca eltorzult a rémülettől. Én megragadtam a vatkan két fülét, és a fejét Egyetlen lendülettel hátrarántottam az utolsó pillanatban. A koponya az égnek emelkedett, a fogán ott látszott egy kevés megszaggatott bőr és némi embervér, de még nem volt nagy baj, Jócó már megkönnyebbülten sírt. Az állat elrúgta magát a talajtól, mint valami versenyló, és átugrottuk a kerítést. Közben láttam, hogy a véres zsemlével teli Weidling felborul, de Jocó azonnal oda kap, és amit lehet, visszadobál az edénybe, mielőtt mások is észreveszik a balesetet, míg a nyakából vékony sugárban a zsemlére spriccel a vér. A disznó az udvarnál lejjebb futó utcán simán földet ért, de aztán már nem tudott tovább menni. A lába kicsúszott alóla, a letaposott havon. Fölnézett rám, bocsánat kérően, az angyalokat kereste, de azok nem voltak sehol. Magára maradt. Vagy azt gondolták, hogy innen egyedül is oda talál? Éreztem, hogy én már nem egy disznón, hanem a halálon ülök. Nem volt valami kényelmes hely le is pattantam róla azonnal. A tetem mellett találtam egy tábla magyarós csokit. Pintér bácsi a böllér kihajolt a kerítésen. A szentségedette kölyök! Most cipelhetjük be ezt a nagy dögöt a ház körül. Hát erre nem is gondoltam. Nagy néném elszaladt mentőt hívni Jocónak. Az idén nagyon jó lett a véres hurka. Legalábbis ezt mondta mindenki. Mi magunk nem ettünk belőle. A kóstolóba elment az egész. Vörös István, milyenek az ételek? Elmondja Kálói Molnár Péter. Éjfélkor a konyhában. Nem sokkal azután, hogy lefeküdtünk, kopogtak az ablakon. Bár elaludni még nem tudtam, most fölriadtam. Elsőként a szobában. Nagypapám zavartalanul horkolt tovább. Nagymama pedig még nem volt ott a helyén, alig hanem a konyhában tevékenykedett, vagy már mosakodott, esetleg kintült a zöld szobában a kötése fölött bóbiskolva. Amikor éjszaka egy falusi ablak üvegén kopognak, az úgy szól, mint egy nagy bádogdob. Szögletes kerete, a kívül barnára festett fa, tompán velezendül. Az alvással teli szoba barlangmódjára felerősíti a zajt, melyet a munkára a helyes fül fölkap, és saját járataiban úgy dobálódzik vele, mintha labdát pattogtatna a sárga falra. Kiugrottam a dunyha alól, és az ablakhoz rohantam. Fölhajtottam a biztos tűvel rögzített sötétítő függöny alsó sarkát, és kibámultam az utcára. A feketeséget ketté vágta a ház mögül idehulló lámpafény. Aki kopogott, a sötét sávban állt, szorosan az ablak mellett, de a kicsit világosabb háttéren tisztán kirajzolódott a kontúrja. Azonnal megismertem. Éva néni volt, nagymama testvére. Éva néni! Rikoltottam föl örömömben. Nem mintha szerettem volna Éva nénit, de nem is gyűlöltem, vagy iszonyodtam tőle, mint sok felnőttől. Egyszerűen a családhoz tartozott, és ennyi érdem elég is volt. – Mi az? – fordult meg félálomban nagypapa az ágyban, de már igyekezett is fölállni, lába a papucsot kereste. – Itt van Éva néni! – bömböltem, kiszaladtam a hálóból. A zöld szoba foteljében valóban ott ült nagymama, dühösen félrecsapta a kötést, egy rozsdavörös pulóver félkész hátát. – Miért nem tud ez veszteg maradni a fenekén, fekete váron? Végig futottam a szobákon, kirigliztem a konyhát, majd az utcai ajtóról levettem a kampót, melynek minden hivatlan látogatót kívül kellett rekesztenie. A kapu kitárult, a sötétből belépett Éva néni. Hatvan éves lehetett, Vörösre festett haja egy félbehajtott kendővel meg volt emelve, mintha sötét dicsfény ragyogna a feje körül. – Petike, te még fönt vagy? – jött nagymama, megölelték egymást. Jött nagypapa, egy öreg kabátot kanyarított a hátára, kezében már a lopó, a pince felé indult. – Átkarcsi, nem tartott veled? – kérdezte megrökönyödve. Ilyesmi még sose fordult elő, amióta megházasodtak. Nem is tud róla, hogy itt vagyok. Valami baj van? kérdezte nagymama. Nagypapa nem várta meg a fejleményeket. Úgy döntött, borra így is szükség lehet. Te kérdezed? Taszította el magától nagymamát Éva néni, majd rögtön el is sírta magát. És sírásában vigaszért nővére vállára borult. Ő már le! Mondj el mindent. Kérsz valamit enni? Van még vasárnapról egy fél kacsa. Vagy hozhatok szalonnát? Megvan még a püspök falatja? Nagymama bólogatott. Bezárták az ajtókat maguk mögött, a konyha előkerültek a töltött kacsa maradványai. Az étel erős szaga azonnal végig a konyhán, meg az én gyomromon is. Kirohantam nagypapa elé, aki épp leoltott a pincében és hozta a fehér üvegben a saját borát. Látod, milyen ostoba vagyok? Kezdett megint zokogni Éva néni, de közben a fél hátat, melynek végén ott meredezett a püspök falat, a tányérjára emelte. Te vagy mindennek az oka, és mégis hozzátok menekülök előle, akit pedig annyira szeretek. Nagypapa kitöltött három vízes pohár bort, és leült az egyik fehér, támlátlan székre. Olyan nagyon szereted? kérdezte tettetett csodálkozással. Ott ácsorogtam a háttérben, és hihetetlenül kíváncsi lettem volna rá, mi lehet az a nagy baj, de attól tartottam, hogy talán nem tartozik rám, hiszen épp ezért voltam rá kíváncsi. Végre megtudni a felnőttek titkát, mert titkolnak valamit, mindegyik. Nagymama rám nézett, egy pillanat alatt kitalált mindent, de talán nem volt kedve a további titkolózáshoz, és megkérdezte, te nem vagy éhes, Petike? Bólintottam, pedig nem voltam éhes. Odahúztak még egy széket, én egy combot kaptam. Nagymama kenyeret vágott, aztán letett elém egy poharat Most ihatsz egy kis bort, mondta. Meglepődtem, egyszerre ennyit titok? Ez nem is érdekelt, de nagypapa kicsit bosszankodva ugyan, már töltötte is a bort. Éva néni zsíros, teli megszólalt. Ti hoztátok a nyakamra azt a bözsit? Éva néni egy édességboltban dolgozott, ugyanannak a bolt hálózatnak az egyik fekete vári üzletében, melynek bakony mérői vegyes kereskedésében nagymamám még. pedig a vállalat központjában volt csoportvezető. Ő szerezte ezt az állást Éva néninek, végre nem messze a panelháztól, ahol laktak. Bözsi sokat segített nektek, szögezte le azonnal nagymama. Vigyál, mutatott félig töltött poharamra nagypapa. De helyettem egyelőre Éva néni emelte meg a magáét, és egy hajtásra ki is itta. Segített, persze, hogy segített, de meg is kérte az árát, Gyorsan kézbe kaptam a hatalmas combot, hogy elrejtsem kíváncsi arcom, hiszen itt valami olyasmire fog fényderülni, amiről még nagymamá még se tudnak. Beleharaptam a hideg töltelékbe, és íz lett. A barnára sült bőr alatt a fogam a sárga zsírréteget érte, és az édeskés kacsa zsír megint csak íz lett. Lehet, hogy az embernek éjfélkor minden ízlik? Nem volt még éjfél. A templom torony felett. Ütött. Először is, hogy kerültél ide ilyenkor? kérdezte nagypapa, és mind a kettőjüknek töltött egy újabb pohár bort. Fölkéreckedtem egy tehervonatra. Megint haraptam egyet a comból. Milyen kalandos is a felnőttek élete. Ugyanakkor a csontjaim megsajdultak. Éreztem, hogy növök. Hogy matalán utoljára még növök de aztán elkészülök nem sokára, mint a sütőben a hájas kifli. Épp az volt a baj, hogy Bözsi túlságosan is rendes volt velünk. Nagymama alig, ha nem megértett valamit, ami nekem csak derengett. Ilyesmit nem vártam tőle, mondta megütközve. Hát aztán, legyintett nagypapa vastag ujjaival, a karcsi is csak ember, egyszer neki is ki kell csapongania. Az csak jót tesz a házasságnak. Szerinted, vetette közben nagymama, de láttam az arcán, hogy nem haragszik. Törtem egy kis kenyeret, és elrágtam a számban még mindig ott forgó bőrdarabbal együtt. Tudod, hogy Karcsi sose volt olyan? Kezdte a férjét mentegetni Éva néni. Én már nem tudok semmit, mondta nagymama. Bözsik kivetette volna rá a hálóját. Abban a hálóban mindannyian benne vagyunk, még ti is, tódította Éva néni. Én már éreztem is, hogy valami háló feszül rám. Fogva vagyok, mint egér a csapdában. Zsíros kezemmel a pohár után nyúltam, de ahogy fölemeltem, megcsúszott, és az első korty kilöttyent a lábamra, a pizsama nadrágom mohón szívta be. Ez megnyugtatott. Akkor talán nekem nincs félnivalom. Te azért nem, nevetett közönségesen Éva néni. A kezét végighúzta a combomon, mintha az eltűnt borcseppet kereste volna. Nem vagyok benne a hálóban, nyugtattam meg magamat. Én ugyan nem vagyok benne senkinek semmiféle hálójában, mordult föl nagypapa. Benne vagytok, mondta sokat sejtetően Éva néni. De hát az egy tisztességes özvegyasszony, aki egyedül neveli a két lányát, és még az anyósát is ő támogatja. Kezdett bele a mentegetésbe nagymama. Nem érted, Karcsi nem mint férfi kellett neki, hanem mint rendőr. Minek is mentél te rendőrhöz? Szaladt ki nagymama száján. Még sohasem árulta el, hogy szégyenkezik emiatt. 56-ban ők bújtatták Karcsit, mert féltették a felkeléstől. Nagypapa viszont 56 után ült, mert segített leszedni a vörös csillagot a szovjet emlékműről. Tudod jól, hogy öngyilkos lett miattam, szögezte le büszkén Éva néni. Erről már én is sokszor hallottam. Féltem, hogy eltérnek a titkos témákról az ezerszer hallottakra. Zavaromban végre beleittem a borba. Hát, elég rossz volt. Savanyú és savas. Ti szégyelitek, hogy rendőr a férjem? Miért? Nem az? Csapta le a poharat az asztalra nagypapa. Ugyan, miért lenne a szégyen? Szólt közben nagymama, de nem hangzott valami meggyőzően. Az ő félénk hangjából megértettem, hogy tulajdonképpen én is szégyenlem. Mi sosem a rendőrök oldalán álltunk. Hagyd ezt, hiszen ezért kellett idejönnie most is, mert a férje rendőr, torkolta le a feleségét nagypapa. Egyszerűen elbizonytalanodtam, meg akarom-e tudni a felnőttek titkait. Csempészet konyakot árulunk, sírta el magát Éva néni. Abban a pillanatban biztos voltam benne, hogy hazudik. Nagypapára néztem, mosolygott. Alig, hanem ő is ugyanazt gondolta, mint én. Ki mondta ezt? kérdezte nagymama, aki alig, ha nem rájött, hogy a huga mégsem hazudik, hanem becsapták. Hát karcsi, hogy azért kellett feljárni a bözsihez. Éva néni hangja elcsuklott. Így kimondva már neki is nyilvánvalóvá kellett váljon a tényállás. Valamit még ő is csak most tudhatott meg a felnőttek világáról, alig, ha nem későn. Akkor nincs is semmilyen háló? Kérdeztem teljesen fölöslegesen, de meg akartam nyugodni mindenáron. Háló! néztek rám mind a hárman elképedve. De nagymama abban a pillanatban már megértette, mire gondolok. Ő még képes volt visszaemlékezni az egy perccel ezelőtt elhangzottakra. Nincs, Petike. Most már menj szépen lefeküdni. Csak, hogy arról szó sem lehetett. Kérek még egy kis süteményt találtam ki gyorsan. A félig evett combot visszatették a tárra. Éva néni egy csontot szopogatott nagy élvezettel, mintha nem is omlott volna összekörülötte az előbb a világ. Nagymama hájas legváros kiflit hozott ki a kamrából. Van kvircedli is, mondta, és visszalépett egy másik tányérért, melyen világos borsütemények kis téglái lapultak. Egyet én is megfogtam, és belemártottam a boromba. Vörös István, milyenek az ételek? Elmondja Kálói Molnár Péter. Kocsonya. Nagyobb gyerekkoromban néhányszor egy, sőt két nappal előbbre hoztuk a faállítást, gyertyagyújtást, és a Jézuska ráélősen megjött mondjuk 22-én, néha még előbb is. Nem volt csúcsforgalma, jutott ideje ránk. Mert az igazi szentestére már bakony voltunk hivatalosak, ahol nagymamáék ugyancsak egy kis műfát állítottak. De az éjféli mise igazi volt a hideg templomban. Ezeknek a karácsonyoknak a hideg volt a legfőbb tartozéka, és a hideget megtestesítő étel akkoriban még nem a fagyi, hanem a kocsonya volt. A kocsonya a fűtetlenül hagyott szoba természetes hidegében készült. A karácsony előtti disznóvágás legundorítóbb maradékait főzték ki, fület, orrot, farkat, és azokat szórták szét mély tányírokba, mindegyikre annyi levet öntöttek, hogy ellepje. Aztán a tányérokkal telehorták a jócószobát, melynek ablakán jégvirág nyílt jégvirág után, és a végén már a jég, ez a függőleges tócsa tartotta az üveget, és nem fordítva. A természetes hideg volt a legnagyobb szakács, bent lakott a házban, fél évre átadtuk neki azt a szobát. Reggelente aztán egyre másra hordták ki a minden helyet elfoglaló tányérokat. Sose ettem a kocsonyából, részvédtel néztem a felnőttekre, amikor a piros paprikával megszórt, ecettel megöntözött, undorítóan remegő aszpikot a villájukra szúrták, vagy a halvány sárga színű bőrt rákcsálták a fark csigolyákról. Rossz lehet felnőttnek lenni. Csupa undorító és kemény dolog. Atavisztikus iszonyjal figyeltem a farkakon matató ujjakat, hallgattam a cuppogást, és a villa tányérhoz koccanását. Csak az vigasztalt meg, amikor beleihattam a forró, törkölypálinkás teába. Akkoriban már ötödik osztályos voltam, és az alsó tagozat rémes köde kezdett kitisztulni a fejemből. Azért a korszaki, amikor még az volt a legfontosabb, hogy szépen és helyesen írjunk. De én egyikre sem voltam képes. Talán jobb lett volna, ha az első tervezet szerint bakonymérő maradok iskolásnak, de az óvoda után már nem bírták tovább a szüleim, és felvittek magukkal a nagyvárosba, ahova idegen, falusi gyerekként kerültem föl. Nem tudom, milyen világból juthattam én ide születésemkor de ott az embereknek nem sok fogalmuk lehetett a szépségről. Ezért aztán nyilván nem is voltak emberek. Vagy előző életemben itt éltem ugyan, de nem ember voltam, hanem akár disznó. Mi van akkor, ha tényleg így van is? Levágtak, és kocsonyába kerülve néztem nagyapámra, amikor ő még gyerek volt, és talán ugyanígy borzadt te kannibalizmustól, mint most én. A törköpálinka az erősre főzött szinte fekete teában édesítőszerként oldódott föl. Illatozni kezdett. A cefre bűze helyett a szőlő, sőt a szőlő mag illatát lehetett érezni benne. Ez volt a szag. Az ízmesés. Maga a mese. Valami múltból itt maradt. De mi az a múlt? Ül nagyapa az asztal főnél. A sótartóból, melynek második tálkájában tűzpiros paprika van, a kése hegyével kivesz keveset és elhinti a kocsonya fölött, melyen, még nem is mondtam a legundorítóbbat, a zsírcseppek fehér kéreggé álltak össze. Ez különösen a nekiféretett tányérokkal van így, arról nem halászta le nagymama olyan nagy műgondol a zsírt. A legvadabb dolgok a neki szánt tányérokba kerültek, és ez soha senki nem is irigyelte el tőle. Hány orra, farka és füle van egy disznónak? Biztos, hogy kevesebb, mint amennyi az ő edényeibe jutott. Csodálatos disznófű szaporítás, de kitörődik egy ilyen apró csodával. Csak a csodák számítanak. Azok meg nincsenek. Pontosítsunk, nagy csodák ebben a biztonságos, de kicsit unalmas világban nem nagyon vannak. Neki még a tányérjai is mások, öregek. A nyomtatott mint a szürkére kopott a peremükön. Rejtélyes testrészek vannak bennük, zsíros aspikba temetve, mintha magát az emlékezetet enné. A múltat. Vagy a jövőt. Paprikát szór rá, ne ismerhessük meg, amit ő olyan tisztán lát, a jövőt, és még annyit se láthassunk belőle, egyetlen foszlány se a számára kivehető múltból. Lehet, hogy én disznó voltam előző életemben, ez szaladt ki a számon, vagyis a tea segít kimondani a több éves gyanút. A hangulat azonnal megfagy. És most tényleg olyan, mintha mindannyian egy nagy konyhányi kocsonyában ülnénk, amit egy kaján Isten tett maga elé az asztalára. Gyorsan körülnézek, kibámulok a bepárásodott ablakon, hát ha megpillanthatom ennek az Istennek a szemét, az arcát, és akkor végre valamit megtudhatnék az előző életemről. Nagyon idegesít, hogy már nem vagyok képes visszaemlékezni rá. Öregszem. Úgy látszik, szennél is kezdek lenni. De most talán egy pillantás elég. Gyorsan húzok még egy kortyot a teámból, ám jó az éppen csak felnőtt nagybátyám irigyen rám dörög. Ne így áll annyi pálinkát, mert már is hülyeségeket beszélsz. Erre is döbbenet, de más természetű. Nem kocsonyás, túlvilági, inkább olyan üres, földi, verekedés előtti. Apám lecsapja a zöld ecetes üveget az asztalra, amivel épp meg akarta öntözni rettenetes életét. Mi nálunk nem szokás gyerekeket lehülyézni. De hát én nem is hülyéztem le, de lehülyéztél, nyelveltem erre már én is. Nagymama figyelmeztetően rám nézett. Öreg mama, aki épp beért a baromfietetésből, rémült arccal konstatálta, hogy valami készül. Hangosan betette maga után az ajtót. Olvad, mondta. Csöpörésznek a jégcsapok. Nagyapám úgy tett, mintha mit se vett volna észre, de biztatóan ide Mit akar? Éreztem, hogy van valami, amit szerintem most meg kéne csinálnom. Valami, ami ezek szerint helyes lenne. Bármi más, amit csinálok vagy nem csinálok, csak pótcselekvés ehhez képest. De mi az? Hogy fogom kitalálni egy pillantásból? pár évvel ezelőtt még kitaláltam volna. Öregszem, megint ide jutunk. Mindig van egy leghelyesebb cselekvés, amit elmulasztva elkótya vetélünk valamit. A cselekedetek legtöbbje ilyen tévedés, ilyen elkótya vetélés. Aztán az egymásra rétegződő tévtettek nem ritkán már lehetetlenné teszik, hogy valódi alternatívákat nyújtó helyzetekben valódi döntések elé kerüljünk. Öregszem, mert tévtetteim eltakarják előlem a valóságot. Egy gyerek is lehet öreg. Na, na. Velem épp ez volt a baj. Öreg, túlérett gyerek voltam. Jocó meg egy tejfölös szájú, éretlen és tapasztalatlan felnőtt. Ebbe kapaszkodtam bele. Lehülyésztél, pedig nem én vagyok hülye. Jócó már horogra akadt, az arca elvörösödött, keze és hangja remegni kezdett. Igen, azt hiszem disznó voltál előző életedben vágott vissza. Ezen meglepődtem. Nagymamáé kései harmadik gyerekének, aki alig volt valamivel idősebb nálam, viszonylag tompa volt az agya, és lassan forogtak benne a kerekek. Nagyapámat figyeltem. A szeme elégedetten villogott. De miért akarja elrontani a karácsony reggel nyugalmát? Őt féktelenül és kétségek nélkül szerettem. Ő is engem. És a fiát is kedvelte, bár azt hiszem, hogy minden törvényes és titkos gyereke közül a legkevésbé. Pár éve még együtt játszottunk Jocóval a háztetőn, de amióta munkába állt, nagyon rátarti lett. Állítólag még a kizbe is belépett, amiről sejtelmem se volt, hogy micsoda, de gyanítottam, hogy nagyon komoly dolog. Túlságosan is az ahhoz, hogy érdekeljen. Ugyanakkor, mintha nagyapám elleni lázadás is lenne ebben a belépésben. Nem láttam át a viszonyokat tökéletesen, mintha a kocsonya aspikja alvat volna körénk, de valamit megsejtettem. Te meg kiszes vagy, vágtam oda a kocsonya jéggé dermett. Nagyapám bólintott. Szóval erre gondolt. Ez bántja. Ezért akar elég tételt venni. Ne beszéljetek ilyenekről karácsonykor. Jocó hangja képes volt még ebben a jeges pillanatban is puhán és gyáván remegni. Igen, kiszes vagyok, mert nem vagyok olyan elmaradott, mint maguk. Néha tegeszte, néha magázta a szüleit. A többieket persze tegeszte, de dühében ebben is meg, -meg Apámra nézett. Te meg pártag vagy! Apám óvatosan az asztalon heverő bicskára csúsztatta a kezét. Be kellett lépni a katonaságnál. Azt mondták, különben nem szerelnek le. Öreg mama kíváncsi pillantására apám már-már anekdótázásba kezdett. Ezt meg kellett akadályozni, elvégre karácsony van, ilyenkor nem lehet hazudni. És az ünnepet se lehet sértegetni, már pedig Jocó azt tette, és az apámat se sértegethetik, engem se, nagypapát pedig főleg nem. Föl is emelte a szavát, mégpedig apám védelmében. Pali még nem tartozott a családhoz, amikor belépett. Nem tehet róla, muszáj volt. De neked nem lett volna muszáj, te elárultál minket. Jocó most már zöld volt. Láttam rajta, hogy fél, és megsajnáltam. Nem, nem akarok olyan családban élni, ahol félni kell. Neki is muszáj volt belépni, nagypapa, mondtam. De ezt senki nem hallotta meg, mert ugyanabban a pillanatban Jocóból sikítozva tört ki a gyűlölet. Itt mindenki hülye! Szidják a rendszert! Maga apám börtönbe is ment csak azért, hogy a papok meg a földes urak érdekeit szolgálja. Ez a gyerek is hülye, ha nem veszi ezt észre, meg a szülei, ha ilyenre tanítják. Te, Pali, ráadásul pártag is vagy. Nincs benned lelki ismeret? De van, hördült föl apám, és a megterített asztal fölött átugorva gallérul ragadta Jócót kiemelte a kis, támlátlan székről anélkül, hogy bármit lelökött volna az asztalról, magasan maga fölé lökte, mint egy üres zsákot, és felé suhintott a bicskájával. Ugyanebben a pillanatban hangosan kopogott valaki az utcai kapun. Nagyapám széles vigyora még nagyobb lett, már a kocsonyájáról is ezt a kárőrvendő és bölcs arc kifejezést láttam visszanézni. Úgy látszik, csak ugyan a disznóktól származik a családunk mert az emberek egy része birka, más része marha, harmad része szamár, negyed része ló, ötöd része kutya, hatod része macska, heted része patkány, nyolcad része egér, kilenced része majom és tized része disznó származék. Talán-talán egy-két madár és hüllő származék is akad köztünk. Egész családok jönnek ugyanolyan állatok lelkéből. Apám suhintotta késével, Jocó szisszent egyet, aztán rongyként lehullott a földre, és tőle teljesen függetlenül valami más is leesett, egy kisebb, puha és bizonytalan darab. Az asztalra, a tányér közepébe. Jocó kocsonyája, melyben csak egy szelet hús volt eredetileg, de már kiette belőle, megnyílt, és magába zárta a lehullott valamit. Jocó sziszegve és szentségelve igyekezett föltápászkodni az asztal alól. Kint megint zörögtek, ráadásul olyan félelmetesen, hogy nekem gyerekkori emlékem jutott eszembe, amikor egy egyenruhás kenyerekre lövöldözött a szobában, és már én is félni kezdtem. Öreg mama is ugyanerre gondolhatott. Karácsonykor? Már karácsonykor is? Ugyan, nem kell rögtön beszarni, nevetett nagymama, bár nem tudom, mi nevetni valót talált, mert neki meg épp jócó volt a kedvenc gyereke. Majd én kinyitom, mondta, és megpróbált átjutni a konyha túlsó oldalára, ahol egy kis ajtón a kapu irányába lehetett kilépni a konyhából. De az asztal, meg a székek, meg a rajtuk ülők ilyenkor tulajdonképpen teljesen elzárták az átjárást. Édesanyám, Jocó nővére, a kocsonya fölé hajolt, melybe az előbb az a valami beleesett, és hisztérikusan felröhögött, ami nem volt szokása. Intette a hugomnak, hogy nézzen csak oda, de ő öklendezve elfordult. Vondelék hallatszott kintről egy mély női hang, amitől nekem megdobbant a szívem. Egy fekete női hang volt ez, egy igazi nő hangja. Anyám máig kislány volt, akit imádtam persze, de néha egyszerűen csak a játszótársamnak tekintettem, mint Jocót, akinél persze bő 15 évvel idősebb volt. De ez egy titokzatos ősnő hangja volt. Úgy látszik, nekem semmi nem elég. Itt van anyám, itt van nagyanyám, itt van a hugom, itt van öreg mama, aki vérrokon ugyan, de több is annál. Évekig száraz dajkán volt, ő tanított németre, amit a mi családunkban már nem beszéltek, bár a nagyszüleim tudtak róla. És most jön egy nő, aki talán beléphet ebbe a sorba. Honnan tudtam, hogy így lesz? Onnan, hogy én is a tányér kocsonya fölé hajoltam, és megláttam, amin anyám vihogni kezdett. Nekem viszont könnyek szöktek a szemembe. A kocsonya borostyán sárgája alatt mint valami megfagyott ős rovar vagy házatlan csiga. Egy fül ült. Mi történt velem? kérdezte Jócó, akinek sikerült végre föltápászkodnia. Baloldalon a pajessa mintha kicsit meghosszabbodott volna, vér gördült le az arcán. De ez az arc most sokkal szebb volt, mert elálló füle nem rondította el. Nagymama, ahogy kifelé tört a székek és a nagy ablak között, hogy kinyissa a kaput, bármilyen veszélyes dolog is várott rá, egy pillanatra a fiára nézett és elmosolyodott. Milyen szép vagy ma? Szép vagyok? kérdezte Jócó. Feltehetőleg nem érzett semmi fájdalmat, mert szélesen elvigyorodott. Abban a pillanatban nagymama már a kapunál állt és szélesre tárta. Mindenki arra fordult, hogy lássa, ki az ilyen látogatásra alkalmatlan időpontban. Egy szép középkorú nő állt ott, azonnal szerelmes lettem belé, ahogy megláttam. Ott volt egy velem egykorú gyerek is, a fején idétlen kötött csapkával. A nő köszönés nélkül benyomult a konyhába. Jocóra bámult, és megkérdezte nagyapámat. Ő az? El akarom vinni hozzánk egy napra. Szép, Nagyanyám a nőre bámult, majd szintén nagyapámra nézett. Ő az. Öreg mama a kötött sapkás kicsit visszamaradott kisfiúra bámult. Ő az, kérdezte nagyapámtól. Nagypapa sorban megfelelt nekik. Nem, mondta. Igen, folytatta. Igen, fejezte be. Nem nagyon értettem, miről van szó, de a többiek, mintha mindent értettek volna. Nem ő az? kérdezte az idegen nő. Azt mondtad, ma itt lesz. Hogy meri ez ide tolni a képét? mondta higgadtan nagymama. Azt mondtad, sosem engeded meg neki. Hasonlít magára, Feri bácsi, nyugtázta öreg mama. És akkor nagypapa megint nekilátott, hogy sorjában megfeleljen mind a hármunknak. Ez a másik az. Ha akarod, viheted, de este nyolcra legyen itthon és a vállamra tette a kezét. Elvisz ez az idegen nő, váratlan boldogság zuhant rám. Én megtiltottam, hogy ide jöjjön, mondta nagyanyámnak. Úgy látszik, nincs már tekintélyem, ez nagy baj. Szerintem nem hasonlít rám, mert nem is tőlem van, csak plegyka az egész, mondta öreg mamának. El akarsz menni, kisfiam? kérdezte tőlem nagymama, és tudtam, hogy azt várják tőlem, mondjak nemet. Elmegyek, feleltem azonnal és gondolkodás nélkül. Nagyapám szemében megint láttam az elégedettséget. Hát jó, menjél? mondta nagymama. Jocó, szaladj és hozd ki Petike kabátját a szekrényből. A szüleim megdöbbenve néztek egymásra. Itt őket meg se kérdezik, mi lesz a gyerekükkel. Hová megy ez? És miért akar elmenni karácsonykor? Jócó a fülét szerette volna ugyan reklamálni, láttam rajta, de ehelyett engedelmesen ugrott a kabátomért. Nagypapa úgy találta, hogy itt minden megtörtént, aminek meg kellett történnie. Fölkapta az asztalról a füles kocsonya maradékot. Ezt átviszem a Linz Stefinek, mondta, és eltűnt vele a hátsó udvar felé. Mikor Jócó visszatért a kabátommal, egyetlen szemhonyorítással nyugtázta, hogy nincs ott a kocsonya, így nyilván a fülese. És én megéreztem, hogy szeretné, de már nem meri megkérdezni, mi lett a sorsa. Egy szó nélkül bement a fürdőszobába, és miközben a kabátomat vettem, az opálüveg ablakon át láttam, hogy a szekrényben a borotva között matat. Alig, ha nem Timsóval kente meg a sebet, mely most már mindig emlékeztetni fogja erre a karácsony reggelre. Begombolkoztam. A nő rám nézett. Mehetünk? kérdezte. A gyerekkor becsukódott mögöttem. Az utcán a szél havat sodort. Hogy hívnak? kérdezte a nő, és megfogta a kezem. Fehér Péter, feleltem. Azt tudom, de van-e beceneved? Nincs. Nincs? De kár. Majd kitalálunk valamit. Mit szólnál a kocsonyához? Nem tetszik. De kár. Pedig jó név lett volna. A fiamat mi csak nokedlinek hívjuk otthon. Ez találóbb, biccentettem, és közben megcsúsztam egy tócsán. Azért te is elég mafla vagy, és magát hogy hívják? Klári néni. Én voltam a dajkád egy éves korodban. Nokedli a tej testvéred, ha nem több, bár nagyapád tagadja. Hová megyünk? Hát hozzánk, egy kicsit veled akarok lenni, mondtam már a nagyapádnak is. Rájöttem, hogy szeretlek. Ő nem szólt neked erről? Nem. Na mindegy. Akkor most már tudod. Én is szeretlek, mondtam, és megszorítottam a kezét. Ő megborzongott. Van benned valami a nagyapádból, ennek örülök. És nem bánom, tegeződjünk. Ő volt az első igazi nő, akivel tegeződtem. A házak fölött úgy sípolt a szél, mintha a közeli hegyekben farkasok üvöltenének. Pedig az lehetetlen volt. Siesünk, mondtam. Nem, épp ellenkezőleg, ezt tanulnak kicsikém, sose siess semmivel az életben, mert a kapkodásból csak baj származik. Egy szélőrvény oszlopot kavart előttünk az úton a hóból. Boldog voltam, nagyon boldog. Igyekeztem minél kisebbeket lépni, hogy sose érkezzünk oda a házukhoz, mert úgy sejtettem, hogy férje is van neki. Féltékenység gyötört. A férjére, nagyapámra is, erre a nokedlira is. Féltékeny voltam. Az egyetlen, amit tehettem, hogy nokedit egy óvatlan pillanatban belelöktem a havasárokba. Úgy eltűnt benne, mint az előbb a kocsonyában a fül. Mit heveskedsz? kérdezte az anyja. A gyerek nem látszott sehol. Az anyát nem zavarta, nevette csak az esetet, de nevetve jött elő a kisfiú is, aki egész biztos nem lehetett velem egykorú. Van otthon kocsonyánk, mondta Klári néni, akit tegeztem. Szereted? Nem tudtam, mit mondjak. Csak ingattam a fejem, mert nem akartam nemmel felelni neki. És a válaszom magához formált. Ebben a pillanatban Megkívántam minden undorítót, a kocsonya remegő aszpikját, és talán még a húst is benne.